Jó estét! Mint oly sokszor most is szerintem kezdjük a bulvárral. Volt valamilyen 30 éves ilyen Horthy akármi valahol. Lázár János dicsérte Horthyt, talán kenderesen, talán az újratemetés 30-ek évfordulóján. Én azért nem tudom, el sem olvasom az ilyen cikkeket, csak most, ahogy a metrón néztem a Facebookot, egy csomó tiltakozás. Tudod? Egy csomó tiltakozás. Például láttam Pajor Tamásnak egy nagyon hosszú posztját kirakva, ahol a családja elpusztításáról beszél, meg a zsidóság elpusztításáról, stb. És akkor osztogatják, érted, Márainak is azt a... Te is egy ilyen levelet olvasol, amiben Horthyról van szó? Igen, igen. És fel van háborodva. És ez a szívecske rajta? Az nekem szól. Igen. Horthytól? Nem. De nem kívánhat az ember minden napjára a főkormányzó úrtól szerelmes levelet. Na. Az ember annak örül, amit kap. Igen, teljesen igazad van. De figyelj, Robi, viszont erre az egész Horthy cucca visszatérve, érdekes Lázár Jánost horthystának látni. Valahogy, ha valakinek úgy szerintem rosszul állna az a zubbony, bazd meg, akkor ő rajta nagyon. Oké, hogy vadászkastély minden, de valahogy nem, nekem úgy nem a 30-as évek jön be. És tehát vicces, hogy pont ezt a csávót állították oda szövegelni, tehát ennél már csak tudod, ki lett volna viccesebb? Mondjuk a Bayernnak jól árt volna, de mondjuk a Németh Szilárdnak jól árt volna. Ki olyan, akit olyan kurvára... a Varga Mihályt, bazd meg, mondjuk. Tudod, szóval... a Varga Mihálynak, meg a Bayer Zsoltnak, meg a Németh Szilárdnak nincs mit jóvá tennie. Ők sosem kényszerültek az államminiszteri pozícióból a teniszszövetség elnöki székébe. Tudod, hogy onnan küzdjék vissza magukat. Ez fel sem merült, hogy ez pont a Horthy megemlékezés kapcsán egy ilyen szempont. Hát itt arról van szó, hogy radikálisabbnak kell látszanod annál, mint amilyen vagy, és ezzel demonstrálod a hűségedet, és ezzel válthatod meg a hiányzó, vagy a túlzott kompetenciád nyomán keletkezett bizalmi... Deficitet, igen. Töltheted ki az űrt. Érte? És az különös, hogy van, akinek a hiányzó képességei képeznek bizalmi... Tőkét. Deficitet. Aha. És vannak olyanok, akiknek meg a túlzott képességeik. Lázár János az utóbbi csoportba tartozik. Lázár Jánossal az a problémája... A sztálinizmusban is a túlzott... ugyanez volt a helyzet. Nem, a sztálin azért a hülyéket szerette. Az okosokat... Mert nem fél tőlük, mert nem kellett félnie tőlük. Igen. Julius Cézár, tudod, Lepidus, már Shakespeare-féle Julius Cézár, ott hát az egy hülye volt, meg csak zabált, bazd meg, és kövér volt, érted? És ezért a Cézár nyugodt volt, amikor Lepidusra nézett. De amikor Cassiusra, meg Brutusra nézett. Igen. Cassius azt mondja, amott Cassius sápat színű, nem szórakozik. Miért nem kövérebb? Érted? Akkor biztonságban érezném magam tőle, ha kövérem lenne. Azt látnám, hogy ő zabálni akar, élvezi az életet. Nem akar kockáztatni semmit a hatalomért. Ő nem egy ideológikus őrült, vagy egy megszállott, aki majd a hatalmamra tör. Jól látható, ha máshonnan nem, a kokain por nyoma a bajszán jelzi, hogy... Nem kell tartani. Szimbolikus. Természetesen csak szimbolikus. A kokain a Robi világképében metaforája. Igen, bizonyos társadalmi réteg, fogyasztási szokásaiból eredő gondolkodásmódja. Eszem ágában nem jutna most azt mondani. Most kimosdattalak, bazd meg. Igen, meg megvádolni Cassiust azzal, hogy kokózott. Eszembe nem jutna, de minden esetre, ha Orbán soványabb lenne, Kelet-Magyarország, vagy legalább a közoktatás már rendben lenne téve. Mert hinne valamiben. Értem. De tudod, bármiben hinne Orbán Viktor, már beljebb lennénk. De ha csak a Kelet-Magyarországban hinne, vagy csak a közoktatásban, vagy csak az egészségügyi szektorban, vagy tudod, akár csak a döngő melkassal megvallott nemzeti identitásban, a nemzet fennmaradásában, abban, hogy a magyar emberbe, a magyar jövőbe, a magyar fiatalságba kell fektetni, hát már beljebb lennénk, bassza meg. Nem a vadászkastélyok épülnének meg a stadionok.
hogy bólogatnak egyesek. Na mindegy, megjegyeztük. Szóval a... Szóval... Mi vagyunk O'Brien, akik... Tetszetős a sok dolgokat... Winstont beugratjuk, igen, érted? Tetszetős dolgokat mondunk, sőt, igazságokat, nagy igazságokat mondunk ki, és figyeljük, ki bólogat a fejével. Egy fejbiccentés az 5 év a gulágon, tudod? Figyelj! Na, visszatérve erre a Horthy újratemetésre való újratemetésre, vagy mi a faszom volt ez, megemlékezés, igen. Megemlékezés, és ott voltak miniszterek, meg minden szírszar. Te, ez nem megint ilyen direkt hergelés? Teljesen nyilvánvalóan. Teljesen vagy nyilvánvalóan. Őszinte meggyőződéses hortistákat látunk ott Lázár az élen menetelni, érted, és mennek Erdélybe. Megint a liberális kurzusnak a, hogy is mondjam, a G-pontját, de nem azt a G-pontját, tehát hogy van egy G-pontja a liberális kurzusnak, amitől elélvez, de van egy másik, egy... De szádféle G-pont. Igen, igen, valahol a seggében, igen, lehet, hogy a prostatája az. Igen. Igen, így pontos. Ja, prostatáját kell baszkurálni, tudod, a liberális kurzusnak, és akkor vért és epét okád, a szemei kifordulnak, tudod, és úgy ejakulál, hogy ő nem akar. Tehát, hogy amikor amúgy nem akar elélvezni, meg fáj is neki, meg rossz is, de nem bír magával, baszd meg. Mert a prostata hatalma. Na, ez a... És ezt csinálja a végbélen keresztül Lázár János a liberális kurzussal, egy-egy ilyen Horthy megemlékezés keretében. Most Lázár csak, Lázárnak ez egy új... Metaforikus értelemben. Nem ezt mondom, hanem úgy új. Újjával csinálja, nem... igen, az újjával. Hülye! Na ez már Hacsek és Sajó, bazd meg, de abból is a legszarabb. De figyelj, hogy ezt ő eddig nem csinálta. Neki új szerep. Novum. Igen. Nem az új, igen, hanem igen, a... Ezzel... Érted? Igen. De tudod... Ha a liberális kurzus prostatáján keresztül vezet az út vissza Orbán Viktor szívéhez, akkor ez az út nem lehet túl nehéz. Milyen csodálatos. Vagy túl rögös, hogy úgy mondjam. Vagy szaros, hogy más példát hozzak. Igen. Jó. Én azt hiszem, hogy a hűség Orbán Viktor szeretete mindent megér. Bármit és mindent megér, hiszen szektorokban, vármegyékben, vadászkastélyokban mérhető. Tökéletes. De figyelj, de hogyha ugye Horthy kiváló vitéz, nagyszerű politikus, izékat... Na, jönnek az ilyen jobber kommentátorok, hogy a bolsevik agymosás. Horthy csak szélsőséges, rossz izébe állítják be. Most az se egy kiegyensúlyozott objektivista hozzáállás, hogy milyen kiváló politikus volt, meg mit tudom én, vitéz, izé, tudod? Hát szóval igen. Ez inkább ez a turkálás. Igen, egy ilyen árnyalt képet kéne festeni Horthyról. Már ha történészek lennének. Már ha érdekelné őket a történelem. De Horthy se érdekli őket. Horthy szerintem. Se. Hát kurvára nem tudod. Horthy egy ellentmondásos alak. Nem lehet a tevékenységét kizárólag dicséretekkel, vagy kizárólag elmarasztalással kellően pontosan kifejezni. Hanem ez egy árnyalt jó, kép. Akinek mondjuk a... Egyébként engem félig hortista... Tehát én félig hortista nevelést kaptam. Ezt sokszor elmondtam, egy csendőrtiszt, meg az özvegye volt a nagyszülem... Özvegye, bazd meg. Felesége, csak a Józsi bácsi előbb megkart, ezért mondom az özvegyet. Nagyon szerettek engem, náluk nevelkedtem. Na, én a gyerekkoromnak a felét a 30-as években töltöttem. Konkrétan, bazd meg. Olyan... Az ebéd olyan volt, bazd meg. Lehet, hogy ez... Válkozása. Lehet, hogy én is ezért vagyok érte. Még mindig szabadlábon. De sokat köszönhetünk a nevelőtiszt szüleidnek. Na, de ugyanakkor meg később azért megismerkedtem így kapcsolataim révén olyan családtörténetekkel, tudod, hogy hát bazd meg azért mégiscsak deportálták az egész családot, és nem annyi lasok lőtték őket a Dunába, nem annyi lasok csinálták, tudod, hanem a hortisták. Nemrég valaki mondta nekem, hogy hú Attila, voltam itt, és ott elpusztították azt a sok zsidót, a szemét nyilasok. Mondom, nem a nyilasok voltak. A sztójai dömekkormány az nem a nyilas, nem a szálasi alatt volt, tudod?
És azt írja, figyelj, ezt már egyébként Márai megírja, hogy... A nyugger, bazd meg. Figyelj! Figyelsz? Igen. Ez egy gyakorta idézet. Nem igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök, írja Márai. A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen, egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek. És akkor hosszasan ír a zsidó deportálásra, stb. És ugye itt van az a híres summázat, amit sokan szoktak idézni. Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint keresztény magyar ember előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert keresztény magyar úriember. Joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény magyar vagy úriember. Tartani a markát, és a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potyanyaralást a gajatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. És ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, mert önző és gyáva. Bizonyára hajlong majd az új rendelőt, de szíve mélyén visszasírja a jobboldali keresztény nemzeti világot. Egyébként Hanvas kurvára ugyanezeket írja a szareptában. Amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokba képzettség és hozzáértés nélkül, ez a fajta soha nem változik meg, írja 1945-ben a naplójában. Na most figyelj, tehát itt beszélünk arról, tehát ezt megmondom, miért olvastam föl, tehát nem az, hogy itt mit hortizzak, meg nem is ez ma a témánk, hanem hogy itt ugye annak a keretébe, vagy fényébe, vagy tükrébe, vagy árnyába, hogy itt a Fidesz, mit tudom én, ilyen kvázi hortista dumákat nyomat, meg Horthy megemlékezést ad, meg a sajtóba egyébként állandóan előjön Horthynak, meg a Horthy korszaknak ez a mit tudom, fényezése, de mi mindig hozzáteszük, hogy nem is hortisták, de a régi Horthy rendszer sem volt hortista, tudod? Szóval a szónak most abban az értelmében, ha hihetünk bazd meg izének, Márainak, meg Hanvasnak, nem meg az van, hogy a Horthy... Nem is a Komcsiknak. A Horthy rendszer az egy együgyű rendszer volt. Abban az értelemben, a szó szoros értelmében egy ügye volt a revízió. Ez az egy. És ennek lett minden alárendelve. Minden. Erre mondjuk azt, hogy a Horthy rendszer sem volt hortista. Ha valaki megígérte volna a Horthy rendszernek a revíziót, és annak az lett volna a feltétele, hogy ne legyen hortista, hanem legyen a múlja alul a hortizmust, vagy múlja felül a hortizmust, a hortista rendszer abban a pillanatban átváltozott volna azzá, amit várnak a revízióért. A revíziónak volt minden alárendelve. És ez lett a magyar történelem tragédiája, hogy a magyarság azért, hogy visszanyerje az elcsatolt területeket, elveszejtette végül önmagát. No. Végül teljesen. Végül olyan állapotba jutott a magyarság, hogyha már visszakapná a területeket, már nem lenne, aki kezdjen vele bármit is, mert már a magyarság lelkében, morálisan, mindenféle módon alászállt, aláhanyatlott ennek az egyetlen szent célnak a hajszolása, az elvtelen hajszolása közben, hogy revízió. Igen. Ugye,
arról van szó, hogy nem lehet olyan szent cél, ami szentesíti az eszközt. Nincs az a cél, ami szentesíti az eszközt. Pedig ez egy eléggé szent cél volt, mert eléggé igazságtalan békeszerződés az, amit revidálni akartak. De az eszközt nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy nem lehet morális felmentést kapni az eszközök alól, legyen még oly szent a cél. És ez a magyarság 20. századi rettenetes történetének a tragédiája. És a tanulsága. És a rettenetes állapot, amiben vagyunk, és ahonnan már nincs hova lépni. Tudod, beszorultunk a sarokba, hogy a király a sakban. Igen. Egyébként a Horthy rendszer ezt a feudalizmust is tartósította. Ezt a feudális, gondolkodásmódot. De ha a britektől meg a franciáktól a Horthy megkapta volna azt az ajánlatot, hogy felülvizsgáljuk Trianont, és csak etnikai alapon, tehát nem a történelmi Magyarország, csak etnikai alapon helyreállítjuk a magyarság területi egységét. Ennek az a feltétele, hogy Magyarország polgárosodjon minden téren, akkor, tehát földosztás... Akkor szerinted polgárosodott volna? Szerintem a Magyarországon konszenzus lett volna abban, hogy ezért a célért még a szent feudalizmust is fel kell adni. Hát ezt kurva nehezen tudom elképzelni, de jó. Magyarországon konszenzus volt abban, még a baloldalon is, még a Fejér-féle szociáldemokrata párt nem csak ott, is. Nem csak ott, még bazd meg kommunistáknál is volt a trianonozás. Komolyan. Figyelj! Hát ez nemzeti konszenzus volt, ezért gondolom ennek a mentén egy nemzeti egységet lehetett volna teremteni, ha nekünk akkora szerencsénk lett volna valaha is, hogy a nyugatnak fontos lett volna, hogy itt polgárosodás, meg földosztás, meg polgári társadalom, meg hát hogy is mondjam, a feudalizmusnak a meghaladása megvalósuljon. Igen. Tehát tulajdonképpen a Horthy rendszer akár milyen romlott is volt mondjuk a márai szöveg, meg kurva sok minden más alapján, és akármilyen elmaradott és hitvány, kétségtelenül volt egy ügye, egy igazi ügye. Az hit valamiben, a revízióban. Szinte vallás volt. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, meg apám füzetén rajta van, még meg is van is a szegem. Na most most van-e egyetlen egy ügy? A neohortista szerintem van. Szerintem van egy ügy. Ez a nemzeti tőkés osztálynak a gyarapodása. Aha. Ez egy tényleges ügy. Szerintem ez az Orbán rendszernek az egyetlen igaz ügye. És minden ennek van alárendelve. Minden ennek van alárendelve, ami szűk értelemben az Orbán családot jelenti, tágabb értelemben az Orbán szűkebb klientúráját jelenti, még tágabb értelemben, és itt azért fogyatkozik a tőke. Tehát azért, ahogyan egyre tágabb az értelmezés, úgy fogy a tőke. Még tágabb értelemben pedig az Orbánhoz hűséges, neki lojális, őt szolgáló oligarchákat jelenti, akik addig hatalmasak, meg szektorok urai, meg vármegyék urai, ameddig hűen szolgálják a királyt. Igen. Na, mielőtt rátérnénk más témánkra, még maradjunk, még van egy témánk, ami viszont ide tartozik. Még több témánk is van, de mielőtt rátérnénk a következő témára. Nagyon sok témánk van ma. Témánk van bőven. Ja, kurva jó volt, ez nagyon vicces volt. Robi mondja nekem a múltkor, te figyelj, fam. Ne mondd már azt, hogy témánk van bőven. Mondom, de hát a napkeltében 30 évvel ezelőtt már ezt mondták. Bekapcsoltam a tévét, és az átlag tévés ezt mondta az ilyen műsorokban, hogy témánk van bőven. Erre azt mondja Puzsér, hát pont ezért nem mondjad, bazd meg. Ja, bazd meg. Be is fejezhetnénk a műsort úgy, hogy ennyi fért mai műsorunkba. Tényleg, ez kurva jó, ez nagyon vicces. Ja. Hogyha szar vagy szemét, akkor ezzel fogom befejezni. Legutóbb beszéltünk arról, hogy mi a queer, tehát hogy mi ez az izé szexualitás, ez a bármi szexualitás, ami van bőven, mi a de mivel hogy az apu
rendezvénysorozat, az nem pusztán egy előadássorozat, hanem egy workshop. Egy kocsmai beszélgetés. Egy workshop, ez azt jelenti, hogy nem az a szentírás, ami itt a miszánkból elhangzik, mert mi is csak nyomozzuk az igazságot, hanem arra szolgálnak az ezt követő órák, nem pusztán a lerészegedésre szolgálnak, természetesen jól hasznosíthatók a lerészegedésre. Nem szeretném, hogyha valaki is egy kicsit is kevesebbet inna a következő órákban, pusztán attól, hogy ezt mondom, de a irdatlan bebaszáson és önmagunk megszégyenülésén túlmenően arra is szolgál ez a néhány óra, hogy közösen tovább nyomozzuk azokra a kérdésekre a helyes válaszokat, amely kérdések itt a színpadon elhangzanak, vagy esetleg kérdőjelezzük meg a kérdéseket, ha ja, nem jól kérdezünk. A beszélgetés utáni kaszinóra gondolsz, amikor ott szoktunk a témánkkal kapcsolatban beszélni. Igen, erre mondom azt, hogy ez egy workshop, és legutóbb például az egyik kollega úr, az egyik résztvevő megtalált minket a tényleges megfejtéssel, amire mi nem tudtunk rájönni itt a színpadon, hogy mi a queer, hogy mit jelent az, hogy queer, és miért van ott az LMBT betűk mögött a Q betű, miért nélkülözhetetlen. És baszki, ilyen szituációkban mély alázattal kell letennünk a magunk vitriolos töltőtollát az adott megfejtő elé, és ez eként tisztelgünk az ő megfejtés előtt, de kurvára megmondta, hogy mi az a queer. Ha nem mondtad volna, hogy kurvára, akkor ez ilyen reformkori, ilyen Kölcsey Széchenyi féle körmondatos parlamenti szónoklatnak is elment volna. Igen, de ettől korszerű. Tényleg. Hát erről beszélünk. Feudalizmus. Az a megfejtés, hogy a queer az azokat jelenti, azok a queerek, akikkel az LMBT mozgalomnak sorsközösséget kellene vállalnia, de nem vállal velük sorsközösséget, mert azok, akik ténylegesen queerek, azok, akiknek szól ez a betűszó, vagyis a betűszónak ez az eleme, azok kezdőbetű. Igen, ez a kezdőbetű, ez az LMBT embereknek, tehát a leszbikusoknak, a homoszexuálisoknak, a biszexuálisoknak, meg a transzneműeknek túl undorítóak. Ilyenek a zoofilok, nekrofilok, gerontofilok, a kukkolók, mindazok, akikre az LMBT... Voyeurök, frottőrök, tudjátok, aki dörgölődzik a buszon villamosan. Na igen, ők azok, akik az LMBT embereknek olyanok, amilyenek az LMBT emberek a hungaristáknak. Hogy azért ez bazdmeg túl van a normalitáson, a kurva életben. Hát húzzunk már egy határt valahol, érted? A hungaristák ott húzzák meg a határt, hogy heterók és az LMBT között, de az LMBT embereknek is megvan ez a határ, ők meg az a T és a Q között húzzák meg a határt, és ezért nincs részletezve a Q. Ezért nem térünk ki arra, hogy ki a Q, mert ha kitérnénk arra, hogy ki a Q, akkor az L, a B, az M, meg a T térne ki a mozgalomból. Értem. De benne is van, meg nincs is. Ott aha, van a... de mert benne van, hivatkozunk rá, mert tudod, tulajdonképpen a része, de ha rákérdeznek, hogy ki a Q, tilos elismerni. Akkor azt kell mondani, hogy mindenki más, hát egy csomó mindenki van, aki nem heteró, és ez nem az a négy betű, és amikor kérdezed, részleteznéd, hogy kicsoda, akkor csak egy válasz van, az aszexuálisok. Ja, az úgy fölvállalható a kún belül, de akkor miért nem a? Hát ezért nem a, bassza meg, mert még egy csomó mindenki beletartozik, csak arra nem büszkék. Azt... Te! Azt ne firtassuk! Robi, egy dologról, mi rengeteget beszéltünk erről az egészről, még a előző években. Kurva sokat. Egy dologra nem emlékszem, hogy beszéltünk volna. Hogy miért képez a nemi orientáció identitást? Nem magyar vagyok, hanem frottőr. Nem, azért képez... Bazd meg, katolikus voltam, de nekrofil lettem. De azért képez... Most kicseréltem a buddhizmust voyeurizmusra. Hát abszurdum, bazd meg. Érted? Tehát, hogy
ez nem ér, az identitás ez egy közösség, ez egy önazonosság. Azért tudod? Képez identitást, mert nagyon sokáig ez elismerhetetlen volt, kvázi tilos volt, vállalhatatlan volt, és azáltal, hogy vállalhatóvá vált, ennek van egy nagy, erős, kohéziós ereje, amit képez rá. Aztán, ha eltelik majd 200-300 év, úgyhogy ez vállalható, úgyhogy ez vállalva van, úgyhogy ebben nincs semmi, akkor majd elveszíti az identitás tartalmát. Aha, de most ez egy ilyen... Aha. Most igen, tehát... Most, az az élmény, nemzedékeknek az az élménye, hogy most szabadultak fel ennek a vállalhatatlansága alól. Hát tudod, az a helyzet szerintem ez félig meddig felülről megcsinált. Baszkföld, Székelyföld, Katalónia nem lehet szabad, világ frottőrjei, meg faszom tudja, melegjei egyesüljetek. Tiétek az igazi forradalom, érted? Te nem is baszk vagy, mit tudom, velszi, vagy skót, hanem az animál szex híve. Érted? És akkor nem értem, bazd meg. Hogy nekem soha föl nem merülne, hogy a szexualitással kapcsolatban az egy identitás, bazd meg. De azért, mert tök átlagos vagy, bazd meg. Honnan tudod, szívem? Az eddigi kalandjainkból az jött le. Egy teljesen átlagos buzi vagy. Értem. Szóval, de tényleg, bazd meg, tehát bazd meg, identitás az általában vagy világkép, vagy származás. Vagy ez származás? Ez abba tartozik? Nem, de más az üldözött identitás, meg más a... triviális, a kék szem, zöld szem, hosszú haj, rövid haj, szakál, bajusz, ezek triviális dolgok, nem képződnek identitássá, mert sose üldözték. Sose kellett titkolni. Nem rendeltek hozzá szégyent. Szerintem ez is olyan, mint az inga. Ez is olyan, mint az inga. Amit eleinte szégyelni kell, arra előbb-utóbb büszkének kell lenni, mert az inga visszaleng. Aztán majd, ha hagyod lengeni az ingát, egy bizonyos idő után beáll középre, és a dolog triviális lesz, mint a bajusz, vagy a sötét haj, vagy és a szőkehaj. És nem hiszel abból, hogy ezt egy kicsit pöccintik is különböző politikai oldalról. De, van valami, létezik, de szerintem akik pöccintik, azok is nagy részt sérültek buzi. A maguk identitásával. A Coca-Cola sérültek valamilyen módon sérültek a maguk identitásával, tudod? Az, aki... Mondjuk, nem elég, hogy nem elégszik meg azzal, hogy ő heteroszexuális, hanem kimegy a Gay Pride-ra, és előtte elmegy az Aldiba, és vesz tojást. Tudod? Vesz tojást. Tehát ő erre rákészül. Tehát tudod, megvásárolja a tojást, mert majd a rohadt buzikra rá kell dobni. Tudod, még nem az van, hogy ott vannak a büdös buzik, bazd meg, és irritálnak, és akkor hol egy tojás, hanem hogy elmegyek az Aldiba, mert majd lesznek buzik. Tudod? Tehát előre megveszem a tojást. Nagyjából arról szól, hogy hát vagy én vagyok a titokbuzi, vagy az apám volt a titokbuzi, vagy valamilyen nagyon fontos tekintélyszemély, vagy egy nagyon fontos tekintélyszemély számára, nagyon fontos tekintélyszemély, mondjuk az apámnak valakije, akitől ezt az egész mintázatot átörököltem kulturálisan, de hogy ott valahol 2-3 lépésen belül lesz egy titokbuzi. Igen. Na most ugyanilyen módon, hogyha én nekem az az ügyem, hogy már pedig a Gay Pride-on az a kamion rendesen szépen rózsaszínre le legyen festve, és én már a Gay Pride előtt egy héttel ott vagyok, az meg a rózsaszín pemzlivel, hogy fessem le rendesen rózsaszínre, hogy ott a buzik igazán komfortosan buziskodhassanak. Hát van egy olyan érzésem, hogy vagy én, vagy egy fontos tekintélyszemély, tudod, néhány lépésen belül ott lesz valaki, akinek ez a szívügye. És nem azért a szívügye, mert megesett a szíve rajtuk, hanem mert itt van valahol egy sorsközösség árnyéka vetül erre az élményre. Nem? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Jó, most majd jössz Cicerúval, vagy mivel, bazd meg, és azzal kivágod magad. Igen. Egy könyvből szeretnék részleteket felolvasni. Ennek az a címe, hogy a rokokó
avagy kísérlet az emberi szívem. Ilyen félig szakkönyvszerű. Na most a következőket, tehát arról a korszakról, aminek a francia forradalom vetett véget. Azt mondja, a leszbikus szerelem követői azonban nem csak egyesülnek, hanem össze is tartanak. Bizonyíték erre az Anandrinok elnevezésű leszbikus szövetség, ami a számtalan klub egyike, melyeket a legkülönfélébb szexuális vágyak kielégítésére alapítottak. Az Afroditék nevű rend mindenfajta heteroszexuális szerelem korlátlan kiélését támogatja, a medúza hívek nemes urak és hölgyek szükségleteiről gondoskodnak, a hírhet a bűn barátainak társaságában, ez volt a neve az egyesületnek, a kévágyó látogatók kisfiúkkal és kislányokkal szórakoznak, és hogyha arra van kedvük, válogatott állatok háreme is rendelkezésükre áll. Na most a... És ilyesfajta egyesületek voltak annak idején. Jó, hogy ilyen művelt vagy. Figyelj, itt van egy festmény, egy ilyen valaki egy ölebbel az ágyban, egy rokokó festmény, kislány ölebbel. A lábai között egy öleb. De miért ragadnak össze alapok? Azt mondja, hogy minden tárgy, sőt, minden... Figyelj, én is szétrókodjam majd a mondandódat? Oké. Minden tárgy, sőt, minden állat, ami a zsebedben van, bazd, meg erről beszélt a múltkor, a zsebemben nincs olyan dolog, amire valaki kéne verni a farkát valahol a földgolyón. Tehát minden tárgy, sőt, minden állat is felhasználható erotikus célra. A kis kutyuskák, akik olyan kedvesen üldögélnek a rokokó képek szépségeinek ölében vagy karján, egyenesen szakértőnek számítanak ezen a téren. A hölgyek nyilvánvaló kedvencei, a bolonyai, pekingi, pincsik vagy mopszlik különösen jól be vannak rá idomítva, hogyan szerezzenek örömöt bájos tulajdonosaiknak. A tenyésztők a női illathoz szoktatják hozzá a kölyök kutyák orrát, és így ezek a mini nyomkeresők minden nehézség nélkül megtalálják azt a helyet, amit nyalogatniuk kell. Na, ilyen fajta vidám élet volt akkoriban. Azt mondja, hogy... És mit szólt ez a pápa? Figyelsz? A társadalom normáinak sorában a legfőbb parancs az, hogy az ember fiatalos legyen és fiatalságot sugározzon. Az összes korosztályt a sminkelés teszi módszeresen egyenlővé. Az 50 éves férfi annyi arcpirosítót és ajakrúst ken magára, mintha azt a benyomást akarná kelteni, hogy még élete virágába van, a 20 éves pedig abban leli kedvét, hogy szürkére risporozott hajjal vesz részt a szépségversenyen. Az arcfesték túlzott használata rettenetes pusztítást végez a nők bőrén, ha hihetünk Steele-nek. Arca e szokás miatt olyan színtelen, hogy amikor reggel fölébred, még az anyja se lehetne annak a nőnek, akit előző este ágyba kísértem. Még pár szót a gyereknevelésről, pontosabban annak a hiányáról. Azzal kezdődik egyébként az egész, hogy állati ciki volt szülni meg szoptatni. Állati ciki. És szó szerint egyébként, ja igen, meg ilyenekről is van szó, a rokokó korát lenyűgözi a két neműség titokzatos varázsa. Hermafroditákat nagyon előszeretettel ábrázoltak, még a enciklopédiába is bekerült. Mégsem meglepő, hogy ez az álom elsősorban a színházban és a regényben az egykori tökéletesség egyfajta életidegen felidézésének hat. A felnőtt férfi, aki női ruhába jelenik meg, férfi módjára viselkedő nő, és így tovább. Tehát, hogy kurvára izgatta a nemváltás a fantáziájukat, csak ugye akkor ez még kivitelezhetetlen volt, nem csak technikailag, hanem azért kőkemény bünti is járt. Azt mondja, hogy a Rousseau-nak is egyébként, aki írt egy könyvet, ismered, az Émila vagy a nevelésről, 4 gyereke volt, vagy 5 azt hiszem, és mind lelencházba végezte. Bezony. A könyv jó lett. A könyv az jó lett, így van. A könyv az jó lett. Kiröhögték azt, aki mondjuk ilyen társaságban elmondta, hogy ő szoptatja a gyerekét, meg ilyesmi. Ez az ancien rezsim, ez a királyság, ez a régi világ.
Majd mindjárt erről beszélek. Na, azt mondja, hogy a gyermekek állati életet élnek, ezzel az antropológiai érvel indokolja 14. Lajos korába Jacques Benyim Busseau, katolikus hitszónok az első életszakaszról alkotott elítélő véleményét. A gondozásra szoruló gyámoltalan csecsemők nem csupán megelőző fázisát képviselik-e majd mindennek, ami jellemző az emberre? Önállók-e vajon? Ki tudják fejezni magukat? Stb. Stb. Tehát viszonyognak a... Azt mondja, hogy Georges Buffon természettudós viszonyogva a feladattól, amit egy csecsemő táplálása, pelenkázása, fürdetése, nevelése jelez, háborog a kortársai előtt. Ne is beszéljünk arról az undorról, írja, amelyet az ezen életkor által megkövetelt gondozás egyes részletei kiválthatnak. A csecsemőknek, azt mondja, az állítólag értelem nélkül, hogy csecsemőknek nem tulajdonítanak sem lelket, sem érzelmet. Ez egyébként nekem viszont egy kurvára furcsa mondat volt, mert akkor ugye az abortuszt miért ítéli el, hogyha még a csecsemőnek sincs lelke, mert tudtommal vallásos ember számára az abortusz azért halálos bűn, mert hát sok minden miatt, de főleg azért is, mert ott kereszteletlenül megölnek egy ártatlan valakit. Azt mondja, hogy a társadalmi hozzáállás értelmében a szülőknek semmivel sem kell igazolniuk és indokolniuk, hogy gyermekeiket idegenekre hagyják. Bármelyik társadalmi osztályban alig akad olyan anya, aki hajlandó szoptatni gyermekét, ellátni a csecsemőt, vagy később is gondoskodni róla. Így aztán, ha hihetünk a statisztikáknak, 100 nemesi származású vagy felső középosztálybeli nő közül mindössze 2 táplálja saját maga a gyermekét. Az alsó polgári osztályokra, kézművesekre, parasztokra, napszámosokra vonatkozó statisztikák nincsenek. Mert hogy ugye mindenhova dadát fogadtak, aki a gyereket szoptatja. Azt mondja, a gyereküket szoptató társaságbeli nőket kinevetik és kigúnyolják. Na most még arról ír ez a könyv, kurva sok mindenről ír, még arról ír, hogy eszméletlenül tele voltak a lelencházak. Tehát tömegével tették ki a gyereket az utcára, tudod? És ezt akkor üdvözölték, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen lelencházak, baromi nagy volt a halandóság. Vannak ilyen lelencházak, mert korábban meg azok meghaltak, akiket kidobtak a csecsemőket az utcára. Ha valaki látta egyébként a Parfüm című filmet, az ebben a az Üszkinnek a regénye. Egyébként szerintem a regény jobb, mindegy. Az bemutatja az elején ezt a izét. Mi azt hiszük, hogy ez ilyen mocskolódó túlzás. Ha a korabeli forrásokat olvassuk, kurvára nem. Ahogy azok éltek. Na, mit akarok ebből kihozni? Hogy ez az, amit visszasír hivatalosan a mai Jobber. Tudod, szidja francia forradalmat. A francia forradalom ezzel a világgal szembeállította a férfias, szoláris, határozott, nézd meg a Dávidnak a képei, a Horáciuszok esküje. Onnan jön egyébként a karlendítés is állítólag, nem is a rómaiaktól, egyszer így mindegy. És az a poén, tudod, hogy a mi nackóink kurvára a francia forradalom gyermekei szőröstül, bőröstül. De olyan buták bazd meg, és félműveltek, és nem ismerik a történelmet, érted? Hogy kitalálták, hogy a királyság, az ancien rezsim, igen, amikor állatokkal basztak a nemesek titokba, a csecsemőket kibaszták az utcára, szoptatni ciki volt. Szerintem kedves jobberek, akik utáljátok a izét, és visszasírjátok ezt a korszakot, hát talán hordjatok risporos parókát, és rúzsozzátok az arcotokat, de azt ma queernek nevezik. Erről jutott eszembe egyébként. Basszátok meg a kiskutyát, ha már itt tartunk. A mopszlit, tudod. Náljatok meg a risporos parókánál. Ennyit az ancien rezsimről. Egyébként attól meg téged kímélek meg, hogy amikor hogy végezték ki, ugyanebben a rokokó korban, Damien. Tudod, ki volt Damien? Damien egy merénylő volt, egy fanatikus, meg akar tölni 15. Lajost, a pénzherdálót. De csak megkarcoltak késével. Orvosi konzíliumot hívtak össze, hogy hogyan húzzák el a kínzást és a kivégzést, hogy ne halljon meg. Maga a kivégzés 4 órát vett igénybe, fölszabdalták, olmot öntöttek a sebekre, stb. Ezt csináltak órákig. Majd lóval 4 fele szakították. Ez volt egyébként a királygyilkosoknak a büntetése
Franciaországba a középkorba. Ebben az évszázadban erre az egyesetre alkalmazták, de ilyen erőteljes figura volt, és befűrészelték a végtagjait. És úgy szakították szét lóval, majd még élt a torzó, és azt élve elégették. A izéből a családját meg kiutasították Franciaországból. Ez volt, a család ez, jól járt. Ez 1757-ben volt. Akkor játszódik egyébként az utolsó Mohikán is, és akkor emellé, Amerikában. Igen, és akkor emellé érdemes helyezni a giotint. A giotin irgalmát. Csak tudod, amikor ezeket olvasod a rokokóról, arról a korról, meg a izéről, akkor nem az jön, tudod, hogy hát a jakobinus vérgőzös bolsevikokat megelőzte a tudod, a szép, nemes, kifinomult humánum. Kifinomult, igen, az a művelt emberek, meg a szóval tudod, az a király, a királyság, szóval én értem, van egy romantikája neki, akik nem ismerik a történelmet. Na, ennyit szerettem volna mondani, amúgy mit szólsz a rokokó igen, de van ez élethez? Van ez a történelem. A rokokó LMBTQ-hoz. Igen, mit ez szólsz? Érdekes. Van egy ilyen ravaszdi nem ismerete a történelemnek. Tudod, egy ilyen spekulatív nem ismerete. Hogy a butaságnak van egy foka, ami határos a gonoszsággal. Én ezt Anvas Bélánál olvastam először. Eleinte nem is teljesen értettem. Aztán megnéztem egy pár Demcsák Zsuzsa interjút. Igenis, létezik az a... De neked tetszett az a csaj. Hát, emlékszem, azt mondtad, hogy ilyen gyönyörű lófeje. Gyönyörű lófeje van. De, valóban. De ezt ő tényleg nem, nagyon de szexi. Ezt nem úgy mondta, hanem egy erotikus. Tényleg nagyon szexi a lófeje. De hát az, amikor ő ott elbeszélgetett, maga tagadja a holokausztot? Igen. Ez a jogvédőnek. Igen. Az beírtuk a drámánkba. Akkor beleírtuk a drámánkba. A Demcsák Zsuzsa annyira megihletett minket, hogy a drámánkban megörökítettük a személyét. Van az a butaság, amiben azért van valami hátsó szándék. Hol a papír? Az is Demcsák volt. Kurva jó páros volt aki ugye nem veti meg az alkoholt. Igen, Szanyi kapitány. Szanyi és kapitány, volt egy szituáció, ahol a Demcsák... Volt egy szituáció, ahol a Szanyi kapitány volt a józan. Pedig ezt úgy hittük, hogy ez nem lehetséges. Talán az elsüllyedt Atlantiszon lehetett egy olyan helyzet, ahol még a Szanyi kapitány volt a józan valakihez képest. De hogy amióta az Atlantis elsüllyedt, azóta a Szanyi kapitány az egy ilyen zsinór mérték volt, tudod? Az alkoholizmusnak az egyszer egyes legókockája. Ja. Tudod? És akkor kiderült, hogy nem, hanem a Demcsák Zsuzsa az egyszerűen képes hát lehajrázni, senki nem várta. De várj, olyan, hogy... a 8-as pályán, bazd meg, titokban, bazd meg, kiderült egyik percről a másikra, és szerintem egy ország visszahőkölt. Lehet, hogy csomóan lerakták a boros poharat. És neked, hoppá, bazd meg! Neked ő most a magyar jobboldal történelem romantizálásáról jutott eszedbe? Aha, arról de... jutott eszedbe. Mondtad, hogy nem ismerik a történelmet. Ja, értem. És én meg azt mondom, hogy abban, hogy nem ismerik a történelmet, hogy valaki ennyire jól megél abból, meg ennyire jól igazolja az ő meg a kurzusa, meg a törzse igazságait, az, hogy ő nem ismeri a történelmet, legalábbis élek a gyanúperrel, hogy ebben, hogy nem ismeri a történelmet, van valamennyi szándékosság, valami ennyire, hogy ennyire, tudod, nem lehet ekkora szerencséje valakinek, hogy nem ismeri a történelmet, és speciál milyen kurva jól megél belőle. Tudod, ja. Lehet valami összefüggés a között, hogy megélés, hogy nem ismeri. Igen, értem. Na, ezzel vissza is kanyarodtunk itt a feudalizmushoz. Hallottad azt a sztorit, hogy állítólag nem úgy volt minden, de az az igazság, hogy na ez az a sztori, ami akkor is úgy van, ha nem úgy van. Mert ha mint példázat, vagy szimbólum, egy falusi, nem polgármester jegyző, paradicsom karókkal elvert egy csávót, aki rákérdezett állítólag, mondjuk agresszíven kérdezett rá, hogy luxus autókat vásároltak valami fejlesztési pénzből. És akkor, paradicsom karókkal elverte a csávót. És örülj, hogy nem húzta bele azt, a paradicsom karóba. Azt kiabálta neki állítólag, hogy te egy büdös jobbágy vagy, takarodj vissza a putridba a kölykeiddel. Na végre, hogy a rendszer megvallja azt, ami.
Na végre, hogy eddig kellett várnunk egy önfelett pillanatra. És mi történt? Nem szakadt le az ég. Őszinte. És, nem, tudod, és nem történt semmi tragédia. A magyar társadalom gyomra bevette ezt. De várj, nekem... Ennyiből áll igazat mondani, nekem... NER társak. Ennyi. Tudod, semmi, nem kell megerőltettetek magatokat. Felejtsétek el, hogy hatalmon kell maradnotok. És úgy is hatalmon maradtok. A miniszterelnök uratok azt majd intézi. Mondjátok ki, hogy büdös jobbágy, takarodjál, vagy teresre húzatlak. Na, ezt akartam mondani, hogy azért... Ezt én problémásnak tartom, hogy paradicsom karók, tehát ott egyik paraszt megy így a másiknak neki. Tehát azért a jegyzőnek deresre kellett volna húzatnia. Gyalázatos, nem karóval, karóval jöttél, nem virággal, persze rögtön bekommentálták bazd meg a József Attila verset. Érted? Fájdalmas, szóval hogy egy nemes... Így ér össze az apu sokféle témája ilyen szarcsimbókká. Na... Szóval mi akár, hogy nem nemesi? Nem, hogy egy nemes úr idáig süllyed. Ja, igen. Tudod, hogy verekszik a jobbágyával. Karóval. Hát hol tartunk? Igen. Hát hol élünk? De akkor már mondjuk lovaglóostorral. Paradicsom de nem ő, de nem ő, hanem az intézője. Ja, igen. Hát igen, nem ő. Igen, értem. Hát ez... Világos, világos. Nincs itt már méltóság. Na, semmi. De aztán utána volt egy olyan cikk, hogy lehet, hogy nem is így történt. Tehát, hogy... Túl agresszív volt a csávó, meg nem is karó volt, meg mit tudom, ilyesmi. De tudod, szerintem... lehet, hogy nem így történt, de így kellett volna történni. Ja, igen. Tudod, lehet, hogy nem ez a valóság, de mindenképpen igaz. Igen. Na, tehát úgy, ahogy nem tudjuk, hogy alig, ha úgy történtek Trójában a dolgok, ahogy Homérosz megírta, de a Homérosz nem a történelmi valóságot írta, hanem a mítoszt, hanem a mítikus igazságot írta. Igen, 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 abszolút. Egyébként figyelj, tényleg, tudod, kapjuk a híreket így faluról. Nekem egyébként nem ez volt a legdurvább, tehát ez, főleg, hogyha talán nem is így történt, hanem amikor, tudod, a polgármester a négy gyerekes családot kirakta a faluból, mert adósságuk volt, és ő licitált a házra, és megvette olcsón. Tudod? Tehát, hogy na az volt eddig szerintem a legalja, minden ilyen. Mert ezt a lombkoronás sétányos csávó az vicces, nem? Lombkorona nélküli lombkorona sétány, bazd meg, ez olyan... Tudod, de figyelj, kicsibe ugyanaz, Horthy, tenger, nagy tenger nélkül, érted? Igen, tehát ez a, igen. Ugye? Igen. Tehát ez az ilyen magyar, abszurd, ilyen örkényes. Igen. Van benne valami irodalom, szerintem az nem olyan rossz. Igen. De tudod, ez a négy gyerekes család kibaszása és megveszi a házát, az nagyon durva. Az nagyon durva. Tudod? Na, tehát azért... szerintem csak a te szemedben van ezek között különbség. Ahonnan te nézed, ahonnan ők nézik, az... Egyik az, nem tudom én, 35 millió forint profitot okozott. A másik az meg 45-öt. És ott 10 millió a különbség. Tehát nem az a különbség, ahonnan te nézed, hogy az egyik az olyan kedélyes, tulajdonképpen ilyen örkényi. A másik az meg hát durva. Hát az azért már tényleg kinyílik az ember zsebében a láncfűrész. De ez igen. A te nézőpontod. Igen. Ahonnan ők nézik, a különbség a kettő között 10 millió forint haszon. De nincs... Az a különbség, azt te vetíted oda? Ja, világos, értem. Nem értem azt a nyelvet, vagy gondolkodást. Ez a magyarság, rá kéne tanulnod, vagy akkor hagyd el az országot. Vagy nem akarsz magyar lenni, nem muszáj, lehetsz fehér migráns Európában valahol. Egyébként, ja, abszolút, így van, kimondta teljesen. Na, jó van, hagyjuk kurva nyomasztó, beszéljünk még nyomasztóbb témákról. Én ezt a címet adtam neki, hogy Dr. Csernus igazsága. Nekem a következő, nekem ez onnan jött, hogy megnéztem talán két évvel ezelőtti beszélgetés, az a Kassai Lajos barátunkkal, a Csernusnak a, volt egy műsor ott a YouTube-on, behívott mindenkit, és akkor beszél. A Galla Miklóst is behívta. Borzasztó volt, ahogy a Csernus Imre abban a műsorban viselkedett. De várjál, itt most nem a Csernus a lényeg, hanem minden áron azt akarta kihúzni a Lajosból, hogy ő neki biztos van valami defektusa. Tehát nekem, mert minden embernek van defektusa. Tudod? Tehát nekem valahogy a Csernusra ez, mindenkinek van, minden. Na, és arra volnék kíváncsi, hogy mi a Csernus, vagy a Csernus féle pszichológiának az egészség
definíciója. Az egészség fogalma. Tehát mi az a plátóni egészség, amihez kéne nekünk törekednünk? Ez az egyik gondolat, mert nem tudom. A másik gondolat pedig, hogy már Freud leírja, hogy a művészet az a neurózisnak egy ilyen, hát egy ilyen öngyógyító, meg szublimációja, meg mit tudom, egyéb dolgok, ez pszichológiai közhelyek egyébként. És David Lynch jut eszembe, a filmrendező, én nagyon szeretek. Lynch írja a könyvébe, ilyen visszaemlékezésekből álló kis szösszenetek, hogy valami partin találkozott egy pszichológussal. Lynchnek volt egy visszatérő rémálma, vagy több, bocsánat, több visszatérő rémálma volt. Amiket beledolgozott a filmjeibe, sőt a filmekben nagyon központi szerepet kapnak ezek az álmából vett motívumok. És akkor mondta neki a pszichológus vagy pszichiáter, ezt már nem tudom, tehát a szakember, hogy ő meggyógyítja. És azt mondja, és akkor elmúlnak ezek az álmaim? Azt mondja, hogy garantáltan? Garantáltan elmúlnak. És akkor Lynch mondja, hogy viszontlátásra. Mert ebből táplálkozik, ebből jön az ikre. A művészete. Tulajdonképpen ezért érdekelne, hogy a pszichológiának mi az az egészség. Tudod, mit jelent az, hogy egészség? Mert ott értem a Csernust, abban igaza van, hogy hát bazd meg a hernyós csávó, ott a hányadékába, hát az nem egészséges. Oké, és akkor ott olyan brutális módszerekre szükség van. De hogy úgy minden ember, Kassai Lajos, tudod, aki egy kurva harmonikus életet él, bazd meg a semmiből létrehozott egy birodalmat, tök megelégedett, boldog és sikeres, és akkor biztos, ki az az igazi Kassai, biztos állarc van rajta. És akkor bejön az, hogy hát biztos, ha állarc van rajta, akkor ott vannak izék. Hazugságok. Titkok és hazugságok. És az betegség. Na, szóval, hogy ez milyen világkép? Te voltál Csernusnál állítólag egyszer régen? Voltam egyszer, igen, réges-régen. Hát én azt kaptam, amit tulajdonképpen várhattam amit volna. Amit megérdemelsz. Amit várhattam volna a tévéből. Én azonnal meglettem. Tehát mielőtt még elmondhattam volna Csernus Imrének, hogy mi is a tényleges panaszom, meg a történetemet, mielőtt még beavathattam volna a saját sorsom drámájába, amivel odajárultam hozzá, hogy segítsen, doktor úr. Ő már azelőtt megfenyegetett engem azzal, hogy zárt osztályra fogok kerülni. Most komolyan? Aha, elmegyógyintézetbe, zárt osztályra fogok kerülni. Tehát pont azt tolta, amit a tévében láttam, hogy úgy bánt velem, mint egy heroinistával, aki folyton azt hazudja, hogy na még egy utolsó szúrás, és utána vége. Egyszer és mindenkorra befejeztem. De így bánt velem, ami... Hát én elhiszem egyébként, hogy a heroinistáknál ez kurvára működik. De hát annyiféle más probléma van, bassza meg. A Csernus Imre az meg egy olyan kalapács, amit mindenben szöget lát. Tehát, hogy oda raksz elé egy okostelefont, arra is rábassz, mert szögnek látja bármiben. Érted? Ez a Csernus Imre, és ez a... Egyébként egy lejött heroinistáról van szó. Lehet, hogy itt van valamiféle összefüggés. Nem állítom, de sejtetem. Mert sejtem, hogy lehet valamiféle összefüggés. Minden esetre az nagyon nem mindegy, hogy a David Lynchhez a szakember hány évesen járul segítséggel. Az 50 éves David Lynch-et tökéletesen megértem, aki már sublimálta a saját szorongását, a saját rémálmait, a saját démonait, és abból a maga művészetét, a maga formanyelvét, a maga közlését tartalmilag, formailag minden ízében egy filmnyelvé formált, megalkotta a saját kifejezés módját abból a szorongásból, azokból a rémálmokból. De ha odamész a 20 éves David Lynchhez, aki előtt még ott van 15 év keserves szorongás, elviselhetetlen, rettenetes szenvedés, mire azt ő formanyelvé, tartalommá, közlésé, művészetté, filmgyártássá transformálja önmagában, a helyzet azért másképp néz ki. A 20 éves David Lynch-en egyrészt lehetett volna segíteni,
Lehet, hogy nem lett volna belőle nagy filmrendező, ha ez így alakul. De lehet, akkor, hogy akkor is az lett volna. Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Ezt az Isten tudja. De ha akkor 20 évesen ő megkapja a segítséget, a következő 15 év rettenetes szenvedése, mire elkezdi transformálni művészetté, az megspórolható lett volna. És ki az, aki kimeri jelenteni, hogy jó, hát ez a 15 év szenvedés, hát ezt a David Lynch befizette, de hát a csodás filmek végül mindenkit kárpótolnak. Hát én. Hát téged, ja, világos, mert nem te fizeted be. Hát persze. Ja, hanem a David Lynch. Egyértelmű. Hát az nem egyértelmű erkölcsileg, hogy a 20 éves David Lynchnek fizetnie kelljen 15 év szenvedéssel azért, hogy utána megszülessenek azok a csodálatos filmek. Ja. Ez nem egyértelmű. Igen. Tehát az 50 éves David Lynch világos, hogy ő mit veszíthet. Hát a csodálatos képességét arra, hogy filmeket rendezzen. Hmm. Tehát ő már nem a szorongás meg a földi poklot veszítheti, hanem mindazt, amit mindazt a nagyszerű terméket, amit abból átformált. Ja. Na de 20 évesen azért másképp néz ki a képlet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hagyjad, hadd szorongjon, hát készülnek a filmek. Nem lehet így hozzáállni, érted? Az a szenvedés, az a 15 év, az hónapokból, az hetekből, az napokból, a napok órákból, azok percekből, és tudjuk, hogy milyen az elviselhetetlen szenvedés. Abban 10 perc is beláthatatlan idő. És akkor ebben eltölteni 15 évet, az a pokol egy neme. És akkor erre azt mondani, hogy na de hát majd a filmek, a csodás filmek. Nekünk ez jó üzlet. Ja, világos, de David Lynchnek, a 20 éves értem, David Lynchnek. Értem. Tehát figyelj, de eltértünk a fő kérdéstől. Ez is fontos. Tehát szituációban, tehát a pszichológus segítségnyújtása ugyanolyan szituáció függő és emberfüggő és személyfüggő, mint a világon bármi más. Mind, amit a szexuális érettségről beszéltünk, 16 és 16 éves között kurva nagy különbség lehet. Vele való viszony között kurva nagy különbség lehet. Erről beszéltünk. Besúgóknál 3x3-as és 3x3-as között kurva nagy különbség lehet. És így tovább. Ugyanez a helyzet. Tehát akkor figyelj, de az, hogy egészség, az mit jelent? Mit jelent az a fogalom szerinted? Egyáltalán definiálható-e? De lehet, hogy nem. Szerintem az egészség az a... tehát ilyen értelemben egy játéktér. Tehát semmiképpen sem egy pont, aminek nincs. Nem valami, hanem... Be van vésve a hiszébe. Nem valami, hanem valahonnan, valameddig. A honnan az a kezelhetetlen mértékű instabilitás, amiben az ember már szenved, és ez a szenvedés, ez nem levezethető, átcsatornázható, nem transformálható, hanem az embert emészti el, a személyiséget emészti el. Ismerünk ilyen embereket. Látjuk, hogy mit tud tenni 15 év szorongás egy emberrel, ha nem tudja sublimálni, ha nem tudja művészetté transformálni, az a személyiséget is kikezdi. Az megkeserít. Ismerünk ilyen embereket, akik a szorongásban megkeseredtek. Nem nagy művészekké, nem David Lynchekké váltak, hanem szaralakokká. Szaralakokká, akik úgy vannak, hogy én meg vagyok szomorítva. Mi az, hogy ő nincs? Bassza meg, hogy ő nincs! Szenvedjen ő is! Mi az, hogy ő kimaradt abból a pokolból, ami nekem jutott? És ez az attitűd, ez a szellem, ez körbelengi őket, és a megnyilvánulásaikon átüt. Ez is tud történni a kezeletlen neurózis nyomán. A szorongás egyszerűen az embert kiforgatja önmagából. És nem lehet tudni, hogy melyik személyiség mire hogyan reagál. Ezt ennek a kimenetele beláthatatlan. Te, maga a drogfogyasztás, az alkoholt is ideértve, az a szorongás, az mindegyik a szorongásról szól, nem? Mindegyik a szorongás oldás, valamilyen módon való oldásáról szól, illetve arról szól, hogy van egyébként olyan elkerülő, vagy
igazoló stratégia, van az elkerülő stratégia, meg van az igazoló, amelyik arról szól, hogy akkor már legyen oka. Akkor már legyen miért szorongani. Ez vagy te. És kezelhetővé fogom tenni a dolgot azáltal, hogy hozzárendelek okot a szorongáshoz. Legfeljebb szorongani fogok. Zakson, bazd meg, amúgy is szorongok. De már lesz oka. Racionalizálja. Valamilyen módon az majd abban a szerepjátékban, abban a társadalmi, szociális, kulturális helyzetben majd kezelhetővé teszem a szorongásomat. Na, itt egy picit álljunk meg, aztán folytatjuk a szorongást. Eszembe jutott valami. Pont az Oszinak is meséltem erről a rádióba, mert szoktam erről beszélni az egyik órámon. A vallástudomány, mindegy. Max Weber azt mondja, tudod, a protestáns etikás Max Weber, de ő írt azon kívül azért sok mást is. Szerinte a vallásnak a fő funkciója, persze ez egy egyoldalú vallásnak sokféle funkciója van, a Weberi funkció egy okos gondolat, de egyoldalú. Azt mondja, a vallásnak a fő funkciója, hogy racionalizálja az irracionálist. Ezért jutott most ez eszembe. Hogy kompenzációt adjon ezáltal az értelmetlen szenvedésnek. Biztos Isten akarata. Van valami magasabb szándéka az Úrnak ezzel. De a keleti vallások is, hogy majd a következő életedbe, vagy most azért vagy szarul, vagy azért vagy szar helyzetbe, mert az előző életedbe mit tudom én milyen bűnöket követtél el. Vagy a karmatan, mert ebben az életedben milyen bűnöket követtél. Ez így van. Ez racionalizáció. Mindegyik. Vágod? Mindegyik. Tulajdonképpen ezt mondtad el a nem a vallásra, hanem a szorongás kezelésére. Ilyen értelemben a Max Weberi vallás funkció meghatározás az, mintha egy kollektív szorongás kompenzáció, vagy kioltás, vagy annak a kezelése lenne. A szorongás nem múlik el, de legalább emberi arcot kap, hogy van oka. Puzsér szorong, ezért kell neki mondjuk... Hajdú Péter elleni harc évét hirdetnie. Igen, legyen értelme. Igen. Legyen értelme. Mert az alaktalan szorongás az irracionális, az az igazán félelmetes, tudod? És eszembe jutott viszont egy más is, na erről viszont mi a véleményed, mert hogy a kedvenc filozófusaim egyike, a Nyikolaj Berdyajev, azt írja a szellemről szóló könyvébe, hogy aki az igazságtalanságnak, értelmetlen szenvedésnek okot, racionális okot tulajdonít, vagy célt feltételez, tulajdonképpen Szent Ágostontól Weberig ez érvényes, az tagadja a gonosz létét. A gonosz maga az értelmetlenség, az irracionális. Nincs oka, bazd meg, ez a gonosz. Na, engem ez valami kibaszott mélyen megérített. Én értem, de akkor honnan ered a gonosz? Honnan nyeri a létjogát a gonosz? Csak nem az Isten hatalmazta fel, csak nem az Isten utalta ki neki a félteremtés. Hát nézd, most akkor melyiket fogadjuk el? Hogyha az Ágostonit, meg a gonosz vagy a rossz, az pusztán csak a jó hiánya. Azért a 20. század erre mint egy rácáfolt. Az eredete, most az ontológia, a rossz ontológiáról van ami szó. A 20. Ami gonoszság, meg kegyetlenség a 20. században lezajlott, az nem pusztán a jó hiánya. De az ókorban az nem pusztán a jó hiánya. Ókorban az rendszeres volt. Olvasd el az asszír birodalom. De akkor még az a jó, igen, de akkor még az a jó. Abban az értelemben vett, evangélium értelemben vett jó, nem volt föltalálva. Igen. Úgymond. Na de elhiszem, hogy a reneszánsz korban ezt lehetett így gondolni, hogy a gonosz a jó hiánya. De a 20. század után az ember már nem meri rátenni a fejét erre. Aha. De figyelj, de akkor viszont Berdyajevnek adsz igazat? Én hajlamos vagyok. De mi a... Én is hajlamos vagyok. Nincs de nincsen megmagyarázva az eredete. De nincs a gonosznak az eredete megmagyarázva. Így nem lehet a levegőben hagyni. Honnan ered? Hogy lett kiutalva neki a fél létezés? Hogyha a létezése maga az irracionalitás, akkor az eredete is maga az irracionalitás. Érted?
Tehát nincs. Akkor van eredete, de az a mi eszünkkel nem felfogható, ahogy nem felfogható a végtelen, igen, vagy a kvantumok bizonytalansága. Elviszük a misztikának a homályos területére. De ez is egy megoldás, még ha nem elégít ki minket. Akárhogy is, akkor is az Isten akarata, csak mi nem tudjuk kifürkészni. Hát, bazd meg. Hogy máshogy? Hát egy perzsa nem ezt mondaná, mondjuk egy zoroasteriánus azt mondaná, hogy attól függetlenül van egy ős gonosz, másik, az Arimán, tudod, van az Angramanyú, vagy, hogy mondják görögösen, a... nem jut eszembe a neve, és van az Arimán, a másik, tudod? És Ahura Mazda, igen. És Angramanyú, az az Arimán, bocsánat. És ezért, tehát ők ilyen dualisták voltak. Később gnoszticizmusba előjöttek ezek, tehát voltak olyan vallások, ahol a gonosznak... Jó Isten és gonosz Isten. Önálló, így van. Jó Isten és gonosz Isten. Pontosan, pontosan. Kettős, duális. És bizonyos értelemben, ilyen értelemben Berdyajev, hogyha azt mondja, hogy hát ő nem fogadja el... Igen, de ez megreked, igen, de ez a gondolkodás, vagy ez a filozófia, ez megreked a kettőben. Nem vezeti vissza az egybe. Hát annak a kettőnek kellett, hogy egy közös eredete legyen. Valahogyan, valamilyen módon, ugye a jó Isten, gonosz Isten, a fény, sötétség, a jóság, a gonoszság, ez a kettősség. De eredendően nem lehet kettő, eredendően egy, azaz egy hasat ketté. És ha én egy ateista valláspszichológus vagyok, de okos ember, és azt mondom, hogy a vallások tulajdonképpen bazd meg, a pszichológiai, azok pszichológiák, és a pszichés dolgoknak a kezelései, ilyen különleges szimbólumrendszerrel, és a két Isten az egy kezelési módja a magyarázatnak. Tudod? Igen, de akkor még mindig nem magyaráztad meg a létezést, az életet és a tudatot. Nem, tényleg nem. Jó, oké, de visszatérve a gonoszra, meg a neurózisra, kicsit eltértünk, erre a gonoszra, meg a neurózisra. Tehát, hogy te ugye azt mondod, én azt mondtam, hogy a Weberi vallás funkció az, hogy a vallás fő feladata, hogy racionalizálja az irracionális. Te ugyanezt mondtad a te szorongás kezelésedre. Legyen már tárgya, bazd meg, Hajdú Péter, Vasvári Vivien. Még én kérdeztem, egyszer el is meséltem, hogy kétszer vagy háromszor bazd meg, mert vicces. Jó. Az apun, hogy miért állsz te bele, bazd meg ezekbe az emberekben két lábbal, hát borzalmas. Én sose tennék ilyet, érted? És akkor azt mondtad, hogy legyen a szorongásomnak tárgya. Érted? És ezáltal kezeli a neurózisát, bazd meg, ezáltal, Tóth Gabival, az a gyógyszer, meg Majkával, bazd meg. Azért hajtson valami közhasznot. Ja. A kellemest a hasznos... Nem, ez nem a kellemes, nem. Ez a hasznos a hasznossal, arról az öngyógyítást, a társadalmi szerepvállalást. De azért tudom vele magamat gyógyítani, mert egy magasabb célnak rendelem alá, és kvázi funkcióvá minősítem át az értelmetlen szenvedést. Mint a vallásos ember. És funkcióvá válik. És mint a vallásos emberek. Mint a keresztes hadjárat. És ha kellően vezérlem, akkor akár... közhasznot is hajthat. Igen. Egy jó Vasvári Vivienen, egy jó Hajdú Péteren, egy jó Tóth Gabin kivezetve. Igen, értem. Na, és mi a neurózisnak a másik? Ugye, mert ez csak az egyik. Hát a másik az elkerülés. Na, az elkerülő. Hát, hogy ha valamilyen módon szorongat, akkor én nem gondolok rá, pozitív gondolatokat keresek. De azzal elfolytom, igen, mint a igen, szar. Igen, elhárító. Igen. A Freudnak a lánya, Anna Freud, az egy komplex teoretikáját dolgozta ki az elhárító mechanizmusoknak. Az én elhárító mechanizmus. Az én elhárító mechanizmusai. Ilyen a legmagasabb színvonalú ezek közül a humor. A humorra mondja azt Anna Freud, hogy az is elhárító mechanizmus, tehát ugyanúgy nem vagy hajlandó az életed vagy a sorsod igazságaival szembesülni, de ezt egy nagyon magas intellektuális és szellemi színvonalon végzed. Akkor van ilyen, hogy racionalizálás. Ez rokon az előzővel, de várjál a humorhoz. De figyelj, a humor azért arról szól, tudod, hogy nem komoly. Lefokozod a valóságát.
az egy valóságfunkció lefokozódás. Igazából ez nem komoly, csak vicc. Teszed a dolgot azáltal, hogy röhögsz rajta, azáltal valamilyen módon kontrollálod. Már... Nem az kontrollál téged, hanem csinálsz belőle egy viccet, de nem, valahogy minden esetre ez egy elhárító mechanizmus, lehasítod a szenvedésed forrását önmagadról. Értem, csak még a humornál. A Mérei, a gyerekpszichológus, ő a börtönbe írt egy álomnaplót. A saját álmait vizsgálta. És... főleg az úgynevezett implikált tudás, tehát hogy miért tartja az álmodó valóságosnak az álmot, mert a nappali életből behozott információk kitöltik a foghíjakat. Tehát vagy egy álomszituáció, és tudod, hogy mikor van, hol van, milyen utcában van, miközben kamu az egész, és utána olyan utca nincs is. Ezt nevezi implikált tudásnak, ezt vizsgálja. Na most ennek kapcsán foglalkozik a börtönben, tehát a börtön sivár egyformaságában 56 után lecsukták, és ő ezt a börtönben vizsgálta saját magát. Ült pár évet sitten, mint 56-os Mérei Ferenc. És a hospitalizációnak a jelenségét, és akkor ennek kapcsán, hogy milyen gyakori a déjà vu, a depersonalizációs élmény, tehát ez az elidegenedés a dolgoktól, tudod? És akkor ennek kapcsán fölállított egy ilyen kis skálát magának, hogy a valóság funkció megrendülésének a fokozatai. És akkor ennek a legenyhébb fokozata a humor, hát ez az egész csak vicc. A színház, mindenki csak játszik valamit. Vagy és az álom a legdurvább, ez az egész nem valóság, és ez kamu, ez csak álom. És ilyen értelemben a humor az lehet egy olyan kezelési mód, hogy megfosztjuk a valóságos, ugye a valóság funkciónak a megrendülése, azaz a tárgynak a valóságától megfosztjuk. Nem magunkat, hanem a tárgyat a valóságosságától. Az vicc, nem igazi. És akkor ennek mondom, az álom a legsúlyosabb, az a legerősebb, legintenzívebb, hogy ez csak álom. És akkor majd fölébredek belőle. Azt ugye tudjátok, mi a depersonalizációs élmény. Depersonalizációs zavar. Ez déjà vu-je mindenkinek volt. Ez ugyanígy megtörtént már. És akkor az ember kicsit ott is megjelenik egy enyhébb formában. Ez olyan elidegenedik hirtelen az ember így a szituációtól. Minden olyan, mintha kétdimenziós lenne, mintha kép lenne. Olyan a testemet úgy kívülről érzékelem, de nem testelhagyási ilyen okkult élményről van szó, hanem arra az érzése, hogy így a kezem, mintha nem az enyém lenne. A testem nem az enyém. És ez együtt jár az úgynevezett derealizációval, ezzel a bizonyos valóság lefokozódással. Tehát olyan nem valóságosak a dolgok. Magamtól elidegenedek, ez a depersonalizáció, és a világ olyan nem valóságossá válik. A derealizációnak az a forrása, hogy a belső dráma olyan mértékben múlja felül a külső színjátékot, azt, amiről Shakespeare úgy fogalmazott, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Ez az emberi színjáték, ami odakint zajlik. Na most a neurózisban, az igazán súlyos neurózisban, a belső dráma az, amiről a világnak fingja nincs. Mert nem látszik, legfeljebb abban látszik, hogy kialvatlan vagy, mert nem aludtál az éjjel, nem jött álom a szemedre. Legfeljebb abban látszik, hogy nincs bekötve a cipőfűződ, mert leszarod, vagy abban látszik, hogy brutális kényszerességekkel próbálod valamilyen módon kezelhetővé tenni a rettenetes szorongásodat. Minden esetre a külvilág nem látja, vagy ha látja is, leszarja. A belső dráma olyan fokú, hogy ahhoz képest a külső Shakespeare-i értelemben vett emberi színjáték lefokozódik egy kibaszott reklámfilmé. Tehát nem úgy mondom, hogy egy bohózattá, vagy egy vígjátékká, vagy egy kibaszott reklámfilm drámája lesz ahhoz képest, amit te belül érzel. És akkorává válik a szakadék a belső dráma meg a külső színjáték között,
hogy a külső színjáték elkezdi elveszíteni a valóságosság érzetét. Annyira valóságos, tehát akkora realitás élménye van a szorongásodnak, meg a szenvedésednek, hogy ahhoz képest, ami körülötted zajlik, filléres, ócska, érvénytelen, semmiből semmi nem következik, míg abból, ami meg veled történik belül, abból minden következik, olyannyira, hogy a következő 15 évet szenvedése következik, ami, tudod, hónapokból, hetekből, napokból, órákból, percekből, másodpercekből tevődik össze, elviselhetetlen hosszú idő. Tudod, az egészséges embernek az idő az így elsuhan, tudod? Milyen gyorsan eltelt ennyi év, hol van már a fiatalság, meg a faszom, az a neurotikus nem így érzi. A neurotikus az, amikor előre néz a jövőbe, akkor érzi ezt, hogy úristen, mennyi időt kell még leélni. Miért nem lehet még meghalni? Ez a figyelj, egy japán animében volt, mindegy sorozat, csak kínozták ott az egyik mestert, tehát az egyik mester kínozta a másikat, a saját virtuális világába vitte, és ilyen keresztre feszítette őt, és szamuráj karddal döfködte, és közben mondta neki, hogy maga most a fekete hold világába kerül, ahol én vagyok a tér, az idő, a tömeg és a fájdalom. Jó szöveg. És 72 óráig fog itt tartani, és akkor valami kurva hosszú idő eltelt, azt mondja, hogy egy másodperc telt el. Azt mondja, már csak 71 óra 50, már csak 71 óra 59 perc, 59 másodperc van hátra, érted? Na ez ilyet, tehát a kintól állatira így lelassul, érted, az idő, de valami kecire. Tudod, mitől lassul még le? Az unalomtól. Az unalomtól. Írja Kierkegaard egyik korai írásába, azt mondja, a démon, mi a démoni, erről szól, sok minden van benne, és van egy ilyen passzusa, ezen hangosan fölrögtem, érdekes, engem meg nevetésre ingerelnek ezek a borzalmas dolgok. Azt mondja, hogy a démoni a tartalmatlan, az unalmas. Ez a Kierkegaard erre. Na mindegy, egyébként ez, hogy engem nevetésre ingerelnek, ez is a lefokozom. Tudod, Kafka is röhögött, és múltkor beszéltünk itt róla. És akkor röhögött a haverjaival a novelláim, miközben bazd meg a szorongásról szól, és a csávó rákba halt meg, bazd meg, és végig szorongta az életét. Na és akkor itt jutottunk el az egészségnek a tényleges fogalmáig, tehát Csernus Imrei platóni egészségfogalomig, ahol az egészség olyan, mint az egyenlő oldalú háromszög, amelyiknek mindegyik szöge 60 fok, hanem nincsenek titkok és hazugságok. Igen, nem, az egészség fogalma az azt jelenti, az a státusz az egészség, amikor ki tudsz lépni az emberi színjátékba, és részt tudsz venni benne, mert funkcionálsz. Na de mindenki részt ez a... Nem, az igazán betegek. Enigmatikus. Éppen, hogy nem. Az igazán betegek nem. Adja kezébe egy rákleletet valakinek, és kizuhan az emberi színjátékból. Kizuhan. Mert megtudja, hogy beteg. És az a betegség olyan súlyos, a következményei olyan súlyosak, hogy ő az emberi színjátékból kizuhan. Nem fogod tudni lekötni azzal, hogy tegnap azt jutott eszedbe, vagy milyen filmet láttál, vagy mit iszik. Nem fogod tudni, egy olyan helyre kerül, egy belső világban, de ugyanez van azzal a fájdalommal, ami csillapíthatatlan és elviselhetetlen, tudod? Az is kikerül az emberi színjátékból, kilép. Szerintem ez az egyetlen számomra hiteles értelmezése az egészségnek és a betegségnek. Ki tudsz-e lépni az emberi színjátékba, és részt tudsz-e venni benne? Ha részt tudsz, akkor egészséges vagy. Ez persze a szenvedésre, meg a neurózisra, a személyiségzavarra, arra, ahol a másnak okozol szenvedést, tehát a te defektusod mérgezi a környezetedet, nem vonatkozik ilyen módon, főleg nem a antiszociális személyiségzavarra, ahol a hősünk még csak nem is szenved, csak mindenki körülötte. Tehát egészséges? Nem. A szenvedés az a betegség velejárója, de nem azonos, nem ekvivalens egymással a szenvedés és a Nem is a mondanám, hogy beteg. Szerintem a pszichopata, aki nem szenved, az olyan módon nem beteg.
az egy rendellenesség, de ilyen módon nem mondanám rá, hogy betegség. Amilyen módon a neurózis, vagy az a fajta elfajzás, személy, vagy az a fajta mutáció. Igen inkább. No. Nem az a fajta személyiségzavar, amitől a beteg maga is szenved, elviselhetetlen, mint József Attila, hogy egy jó példát hozzunk. Ezek azért más jellegűek. Tehát a József Attila részt tudott volna venni az emberi színjátékban, nem kellett volna megölnie magát, akkor egészséges lehetett volna, vagy akkor nem vált volna az a szörnyű, rettenetes végzet, ami végül az ő halálát okozta. Vagy ha mondjuk valaki elbírja viselni a létezést anélkül, hogy igyon. Mert ha nem bírja, akkor ugye megint csak alkoholbeteg. Tehát ez megint betegség, tudod? Mert ha nem ihat, kiesik az emberi színjátékból. Megint ez történik. Egy olyan belső térbe kerül, egy olyan érzelmi, lelki, pszichés térbe kerül, ahol nem éri el emberi jó szándék, akarat, segítő szándék, semmi, és csak az alkohol kíséri őt ki ebből az emberi színjátékba vissza. Vagy a heroin, vagy az amfetamin, függően attól, hogy ki milyen függő. De ez a döntő kérdés, hogy a beteg, aki tényleg beteg, igazán, aki úgy megy az orvoshoz, hogy doktor úr, kérem, segítsen. És nincsenek feltételeim. Nem azt mondom, hogy segítsen, ha tud úgy segíteni, hogy. És akkor itt a kipontozott részt majd kitöltjük. Hanem, hogy kérem, segítsen akárhogy, mert nagyon nagy bajban vagyok. Na, az ilyen ember kiesett az emberi színjátékból. Nem tud visszatérni. Ezt kéri az orvostól, hogy valamiféle homeosztázist, vagy homeosztázisra emlékeztető állapotot állítson már helyre bennem, hogy az emberi színjátékba visszaléphessek. Ha. Na figyelj, akkor tekerjünk az egész... Ja, apropó, még mielőtt tekernék az egész témán egyet. Nem láttad a Toxikómát? Dr. Csernus Imrét játsza nem tudom kicsoda, és Szabó Győzőt játsza nem tudom kicsoda. A Noir. Hoppá. A mozgalom neve. Jó. Én nem ismertem, amikor láttam a filmet, még ezt a csávót, és most se ugrik be az arca, de most már így, igen. Na, jó. De figyelj! Az elég, hogyha Orbán Viktor arcát fel tudod idézni. Igen, ezt kétségtelen. Figyelj, nem láttad? Ott egyébként ilyen szimpatikus a Csernus a filmben. Tényleg. Csak filmet kellett róla készíteni, és már is rokonszenves. Na, jó. De szerintem nagyon sokat tesz, okay. Nagyon sokat tesz hozzá nem a szimpátiához, és hogy gondolom, a Csernus... És gondolom nem is óhajtod megnézni. Hát nem volt ilyen terv. Értem. Jó, akkor felejtsük el. Akkor figyelj, akkor visszatérek az előzőre. Azért csak mondjad, bizonyára mások látták. Tehát mondjad, amit... Fontosabb, amit akartam. Jó. Ez csak egy, bazd meg, egy Csernus neve fölmerült, eszembe jutott a film, ennyi. A tekerjünk ezen a derealizáción. Van egy eszém Descartesről. Ebben a Spiritus című kötetemben benne van. És a csávó valószínűleg egy ilyen élményt élhetett át egész durva formába. Képzeljük el, írja, azt mondja, hogy a gonosz szellem, hogy ezt az egészet csak egy gonosz szellem varázsolja körénk. Semmi nem valóságos, még a testem is lehet, hogy nem létezik. Kint az utcán lehet, hogy az emberek, akik az ablakom előtt elmennek, azok ilyen automaták, akik kalapokat meg kabátokat viselnek. Ez szintisztán a depersonalizáció és a derealizáció. Szintisztán. És innen jut el a cogito ergo sumig. Tudod? Az egyetlen biztos pont, az meg a szubjektuma. Gondolkodok, tehát vagyok. És nekem van egy olyan véleményem, azt hittem persze, hogy én szartam a spanyol viaszt, aztán kiderült, hogy más is írt erről. Találtam szakirodalmat rá, így a Descartesnak feltételezik ezt, és a Descartes a racionalizmusnak, az európai racionalista filozófiának az atya. A racionalizmusa öngyógyítás volt, menekülés, tudod, az észszerűség, a biztos, a megismerhetőség, a tudományos és matematikai megismerhetőség, az egy biztos vár.
És az is eszembe jutott, hogy figyelj, viszont az ősi kultúrákat megnézzük, kurvára nem stimmel még a te pszichológiai képet sem. Hát a szenvedésnek kultusza van. Az sámán lehet, hogy skizofrén. Csak mégse skizofrén, mert ez a mi kultúránkban skizofrén. Figyelj, a bizonyos meditációk kifejezetten a depersonalizáció tudatos létrehozására irányulnak, amivel a világ valósága is lefokozódik. A buddhizmusban ez nem én vagyok, nem az én énem, nem az enyém. De más és a világ látszat. És az nem. Egy meditációs mester azt mondja, hogy a depersonalizációs zavar a megvilágosodás gonosz ikertestvére. Így van. Mert az állapot az, de nem uralod, és nem megismerésre, és nem misztikus megismerésre hozzád, hanem trauma vagy egyebek révén, hogy létrejön magától. Így van. De az állapot maga mégis az, a tudatállapot maga. De más a jelentése mégis, kulturálisan és spirituálisan is. Az a fajta elszemélytelenedés, amit a buddhisták végeznek, az egy kontrollált folyamat. Tehát te én vagy, csak ezt az ént föl tudod oldani, de aztán vissza tudod koncentrálni. Ja. És újra föl tudod oldani, és újra vissza tudod koncentrálni, és ez egy gyakorlat, amiben szépen lassan az éned feloldódik minden másban. A világot meg lebontom. Minden másban magad körül. Na most a depersonalizációs roham, ami a neurózisnak egy nagyon súlyos tünete, az belekényszerít, az belerugdos téged ebbe, abban nem te kontrollálod a depersonalizációt, hanem a depersonalizáció kontrollál téged. Nekem egyszer volt depersonalizációs élményem, néhány másodpercig tartott, de az valami infernális sötétség, valami olyan rettenet. Beszartál. Rettenet. Ja. Fölébredtem álmomból, hát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a mélyén voltam a neurózisnak akkoriban, és fölébredtem, és a csajom ott feküdt mellettem, és akkor fölébredtem, és ránéztem, akkor nem ő volt, hanem egy nő. De nem úgy van, hogy nem ismertem meg az arconásait, hanem hogy nem volt azonos azzal, akit ismerek, világos, hanem egy nő volt, értem. És én nem én voltam, hanem egy férfi. Ha most Puzsér lennék, trollkodnák, nem egy nő volt, vagy nem a barátnője nem volt, hanem egy férfi, vagy... Igen, vagy egy denevér. Vagy egy denevér. Igen, egy denevér. De ismerem az élményt. Igen. És amikor tehát amikor én nem voltam azonos azzal, aki vagyok, és a csajom nem volt azonos azzal, aki, a tudattalanom mélyén, mintha egy kút mélyén a démonok a késeiket így fenték volna. És még és, így is spirituális élmény volt, bazd meg. És néhány másodpercig tartott, és néhány másodperc után így kegyelem, irgalom, valami, így, mert olyan egy kicsit, mintha az én tudatod melléjesnél. Tehát álmodból, amikor a tudattalanodban világos. Koncentrálódsz, nem a tudatodba koncentrálódnál vissza, nem a tudatodba esnél vissza az ébredéssel, hanem a tudatod mellé esnél. Igen. És valahogy néhány másodperc után a tudatom begravitálta a lényem fókuszát, és helyreállt a tudatomnak az... De ez például az egysége. Az egysége. De ezt fölfoghatod bazd meg izéként, tanításként vagy beavatásként. Ha most egy szakrális... Figyelsz, mert tudod, mit mondott Teszki? A szubjektum, az átman nem azonos, nem hogy a testeddel, de még az éneddel se. Ez egy isteni... Mellé tudsz esni. Az éned, az átman az éned mellé esett. Ez egy istenérv. Pontosan. Na, ha azonos lenne az Atman meg az én, nem eshetnél mellé. Nem buddhista, mert a buddhizmus an Atman, ez egy hindu
Most áttértük a hindú izére, csak ezzel tudom megmagyarázni. Na, de hogy minden esetre ezt a különbséget, ez a zavar leleplezi, feltárja. Így van, így van, így van. Na. És itt már a betegségből egy ilyen felismeréssel már csinálsz valamit. De hát mi lett volna, de igen, a felismeréssel, de mi lett volna, ha nincs az irgalom? Tudod, ha ott maradok, ha abban maradok, el nem tudom képzelni. Beleesel a kútba és szétszednek a démonok. Aha. Azt annyi volt. Csá. Aha. Oh. Na, akkor még megfejelem. Figyelj, a sámánnál nincs kontroll. Ő nem akar sámán lenni, azt ugye tudod. És a szellemek kényszerítik. És ilyenek vannak benne, hogy földarabolják és megfőzik üstbe. Szétszedik a csontjait, összerakják. De ez azt jelenti, hogy a szellemek azért kényszerítik a sámán, hogy sámán legyen. Hogy sámán legyen, mert a szellemeknek közlendőjük van a gyülekezetnek, vagy a törzsnek, vagy a, igen, igen, az emberiségnek. Akarnak valami, el akarnak juttatni valamit, és kötelezik, kvázi kényszerítik az élete árán, az épp esze árán a sámánt, hogy csatornázza ezt. Tehát még ez sem azonos azzal, amikor traumáltal valaki. De figyelj, de a középkorban lehet, hogy ezt a traumát úgy magyarázták volna, hogy megszállt a szellem vagy a démon, és ördögűzést használnak, stb. Stb. Mondjuk azért, még ez se egyértelmű, baszki. Keresztes Szent János nagyon finoman különbséget tesz. Azt mondja, amikor hangokat hall valaki, vagy hallucinációi vannak, azzal nagyon kell vigyázni, ő ugye annak a mély misztikának volt a híve, hogy semmi fogalom és semmi elképzelés a tiszta transzcendenciáról. A negatív teológia híve, tudod, ez a, ami azt jelenti, hogy az abszolút. Tehát nincs, ne képzelj el, ne vizionálj, ne halucinálj, stb. És azt mondja, hogy a halucinációk, vagy az ilyen látomások jöhetnek Istentől, de jöhetnek az ördögtől is, aki ezzel megtéveszt, és azt hiteti el veled, hogy te már mekkora kurva nagy szent vagy, miközben lófasz, pont ez a célja. És vár, és azt mondja, keletkezhet melankóliából is. A melankólia a elmezavaroknak egy gyűjtőneve volt abban az időben. Ergo, az meg még az ördögtől is megkülönböztette a betegséget. Volt ilyen fogalmuk. Tehát nem minden zavar jött démontól, sátántól, boszorkányoktól, szemmelveréstől, ördögtől, hanem melankóliából. De elméletileg a betegség is az ördögtől jön, nem? Nem? Nem. A középkorban, vagy a reneszánszkorban már nem, hanem jöhet onnan, attól függ milyen típus, és jöhet az elemeknek a megzavarodásából. A föld, víz, tűz, levegő elemek, meg a faszom tudja mik, egyensúlya fölbomlik. Ezt az arab orvoslásból, meg ilyen alkimista, jatrokémiai orvoslásokból vették át. Érted? Tehát volt egy ilyen tudományuk is, most idézőjelbe, mai értemben pseudotudomány, de hogy nem az ördögtől, és nem csak a démontól. Egy törzsi társadalomban minden betegség valami démontól jön, ördögtől, őstől, de ezt mi szimbólumként is kezelhetjük azért, nem? Tehát, hogy ott csak megszemélyesítik azt. Bazd meg, gondolj bele a hétköznapi metaforáinkra, amikor azt mondom, hogy az ital beszél belőlem, meg nem voltam önmagam. Ez ugye egy köznyelvi metafora. És ha ezt szó szerint nézed, ebben ilyen régi animisztikus, shamanista dolgok vannak benne. Nem, én egyébként hiszek ebben. Már miben? Abban, hogy egy ember lehet nem önmaga. Én hiszek az árnyék személyiségben, ami előlép. De hogy az egy külön lény olyan értelemben? Úgy gondolom, igen. Úgy gondolom, igen. Tehát úgy gondolom, hogy az, amit elfolytasz, az bizonyos körülmények között egy árnyék személyiségé válhat, aki a te lényed mögül előléphet. És ez nem is, most itt nem a multiplex személyiségről beszélünk. Tehát világos. Nem arról a fajta pszichózisról beszélünk, amikor az egyik én úgy lép elő, hogy a másik én elsüllyed, és nem tud arról, hogy az egyik én mit csinál a felszínen, aztán visszasüllyed, aztán a másik előlép, vagy a harmadik. Nem erről van szó. Igen. Árnyék személyisége mindenkinek van. Hanem arról, igen, hanem arról, hogy az az árnyék, te nem tudod érvényesíteni a
saját érdekeidet. Az az élményed, hogy nem vagy képes arra, hogy képviseld magad úgy, ahogy te megérdemled. És a tudattalanodban növesztesz, felnövesztesz egy árnyék személyiséget, aki arra szolgál, hogy amikor te felszabadítod őt, mondjuk azzal, hogy leiszod magad ő rá, ő majd képvisel téged. Ő majd érvényesíti a te érdekeidet. Ő majd kiáll érted, amit te nem mersz. És ez természetesen általában úgy történik, hogy... Akkor ő annyi! És az a megfigyelésem, hogy amikor a más... Mint Tóceusz... Az egész világ. Kurva világ azokat! Szóval, hogy amikor másnap mondjuk felveszed a... hangfelvételt készítesz arról, ahogyan ő érvényesíteni próbálja a maga érdekeit. Elborzad. Ez egy árnyék személyiség előlép, és érvényesíteni próbálja az érdekeit annak, aki nem tudja a hétköznapokban érvényesíteni az érdekeit, és másnap, amikor kijózanodik, nem bírja meghallgatni azt a felvételt, amit előző nap készítettél. Hát itt már nem arról van szó, hogy meghallgatja és azt mondja, hogy hát bazd meg, megint többet ittam, mint kellett volna, ja. Hanem nem bírja, ki kell kapcsolnod, tehát néhány másodpercig nem bírja volt, hallgatni. Mert nem ő. Vagy kimenekül a szoba, mert nem én azonos. Így van, pontosan. Így van. Te, egyébként a klasszikus, amit minden ilyen jungiánus árnyék lélek vagy árnyék személyiséggel kapcsolatos eszmefuttatásba fölhoznak a világirodalomból. Több filmet is csináltak belőle, már a Néma film korától kezdve. Az a Robert Louis Stevensonnak a Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Az ugye egy rémtörténet, egy viktoriánus kori írónak viktoriánus kori rémtörténete. A Dr. Jekyll az a középosztálybeli orvos, egy józan, normális, jószívű, mit tudom én, és akkor ilyen szőrös farkas emberré átalakulva éjszaka mindenféle dolgokat csinál. Persze szimbólumként is kezelendő. Mert végül is ilyen szőrös, a részegénünk is ilyen szőrös. A rajdizmusnak a metaforája. Abszolút, de akkor még Freud nem. Csak bár, úgy, mint a fiatalkori Freud. Csak úgy, mint a Hulk. A sok az ugyanez, képregény sztori közül. A Hulk az kifejezetten ennek a tudattalan személynek, aki előlép és kiáll érted. Az metaforája. De az arcod elkezd ilyen izére lenni. És az oktalan tudattalan, amelyiknek nincsen terve se magával, se a világgal, csak szétbaszna. Vagy szétbaszva kurva anyátokat. Most már elég volt kurva anyátokat. Van ebben a Bayer Zsolti érzésben valami ilyesmi, nem? A nyugat iránt ez a hálk, ami így föltör, tudod? De érdekes módon mindig az Orbán Viktornak a sípszavára. Tudod, tehát... föltör, és a kurva, elfajsz a patkányok, kurva anyátok szétcsapat. Nincs olyan apu, hogy a Bayer neve föl ne merülne. Ez fontos. Árnyék személyiség a Robinak. Mert ugye Jung mit mond, a projekcióink, tehát ha valaki nagyon irritál, és mindig visszatérek arra a jelenségre vagy figurára, az bazd meg projekció, az a te árnyékod. És azért valljuk be, benned is van egy kicsit olyasmi, mint a Bayerban. Hát szerintem Magyarországban van egy kicsit olyasmi, mint a Bayerban, ha már itt tartunk. Ne korlátozzuk ezt rá, mert nem kéne a magyarságból kirekeszteni 9,9 millió ember. A média jelenléted ugye nem hiányolja Mr. Hyde-féle izéket, tehát vonásokat. Én legalább sikeresen elfolytom, mert én hazudok, tudod? Az más. De hát engem ugye, hát nekem kötelező. Na, kimaxoltuk ezt a témát, ezt az árnyék személyiség. Van még egyébként egy jó kis, na ez így pont így a végére. Robinnak van egy ilyen vicces, továbbra is így az agya megy így az analógiáknál, tudod? Sebestyén Balázs és ki volt neki akár ki e? Hát Fiatal George Michael volt. És akkor stb. És akkor kint beszélgettünk a múltkori apu után, itt a kaszinóba, az Osó. Én hoztam föl az Osót, hogy mekkora nagy szélhámos volt, de jókat tudott mondani. Egy világ kalandora és szélhámosa volt. A csávú egyébként filozófia tanár volt a Kalkuttai Egyetemen.
akkor még csóró volt, aztán rájött, hogy kezdhetne ezzel valamit ezzel a bölcsész. Na itt van, bazd meg, tessék, a bölcsész. Lehet mondani, hogy a Mekibe, lófasz, bazd meg. Bölcsészetet lehet hasznosítani. Nietzsétől Osóig kurva sok mindenre. Na, és akkor a csávó, az egyik kedvenc mondásom tőle, de itt most nem ez lesz a lényeg, csak hogy azt mondta, hogy olyan sok szent és próféta és tanító jött már a szegényekhez. Szinte mindenki a szegényekhez jött. Én a gazdagokhoz jöttem. Tehát így ez a csávóba benne volt ez a izé. Na, és akkor ott volt a másik, a Maharishi, aki, hát én őt se tartom valami kurva nagy szentnek, meg gurunak, a Sri Ramana Maharishit igen, de az egy aszkéta volt a 30-as, 40-es években, de volt ez a Beatles-féle Maharishi. És azt mondja a Robi, hogy ezek úgy, az Osho meg a Maharishi úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az Elon Musk a Steve Jobshoz. Tehát az Osho úgy viszonyul a Maharishihez, ahogyan az Elon Musk a Steve Jobshoz. Aminek az Osho a hazugsága, annak a Maharishi a valósága. Aminek az Elon Musk a hazugsága, annak volt a Steve Jobs a valósága. A Steve Jobs tényleg megváltoztatta az életet a Földön. Hogy jó irányba vagy rossz irányba, ezt majd baszki majd eldönti az utókor, vagy ezt mindenki dönts el. Én is kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez tényleg jó, de nem ez a lényeg, nem ez a megfigyelésnek a tárgya. Hanem az, hogy az Elon Musk az olyan mértékben konnektálta az emberiséget, az emberiség tagjait egymáshoz, amilyen mértékben még soha senki. Tehát az Elon Musk előtti világban az emberek a két létmódjuk volt, vagy a számítógép előtt ültek, mondjuk a laptop előtt, vagy a asztali gép előtt, és akkor nyomkodták, vagy pedig nem. Na, hát az Elon, a Steve Jobs utáni világban, Steve Jobsot akartam mondani, Elon Muskot mondtam? Hát ezt jól elbasztam. A látszat tortül a valóság fölött. A Steve Jobs előtti világban az emberek vagy a gépük mellett ültek, vagy valahova mentek, vagy jöttek, vagy szóval, hogy éppen nem tudták ezt a laptop konnektáltságot menedzselni. Na és azzal, hogy létrejött az iPhone, ezáltal létrejött magának az okostelefonnak a fogalma, azáltal a társadalom permanensen online lett. Folyamatosan online vagy, és a zsebedbe kell nyúlnod, és csak a kezedbe kell venned, és a metrón, az utcán, akármilyen élethelyzetben te konnektálva vagy, te a hálón vagy, te online vagy. Ez tényleg megváltoztatta a bolygón az életet. De aztán meghalt elég korán a Steve Jobs, és jött az Elon Musk, és azt látta, hogy itt van egy Steve Jobs-nyi űr. Az istenember űr, amit az istenember tölthet ki. És azt mondta, hogy nekem ez kurvára kell, amúgy is nagyon jól tudom marketingelni magam, meg van ez a kis aspergerem, vagy micsoda, ami még ebben segít is engem, plusz imádok spanglizni, ami által megint szexibbé és menőbbé válok, plusz terraformálom a Marsot, basszátok meg! Mondani, ha ez nem ez elég. A lényege. Igen, és de azt tudod, hogy most a lányát azt mondta, hogy kommunista lett. A lánya megtagadta, még a nevét is megváltoztatta, és mondta, hogy elhűítették a lányát a woke kommunisták. Ne, és meghalt a fia. Egyébként nagyon szerencsétlen a családi élete a csávónak. Tehát én azért sajnálom is az az igazság. Na mindegy. Szóval, hogy az van, hogy az Elon Musk az a Steve Jobsnak a hamisítványa. Az istenember pótlék, az istenember helyére jelentkező, az istenember helyére bejelentkező, istenembernek látszó, meg istenemberi módon önmagát menedzselő cégvezér. Legfeljebb. Na és akkor valahogy hasonlóan viszonyul egymáshoz az Osho és a Maharishi. Tehát a Maharishi az valaminek a realitása volt, valaminek a valósága volt. Én őt se tartom egy... Hát az Oshohoz képest nézzen. Hát hozzá képest, igen. Na,
De az Osó legalább vicces. A Steve Jobsot sem kell, messiásnak tartani. Na, az kurvára nem. Ja. Csak az Elon Muskhoz képest látni kell a valóságát annak, aminek az Elon Musk a hazugsága. Állíts már föl még ilyen analogiát. Fiat Zuckerberg kinek a Osója, vagy a Maharishi-e? Na, a Zuckerberg az a valósága annak, ami. De az egy nagyon sajnos, de sötét, az egy sötét nyomasztó dolognak a valósága. De, a Zuckerberg nem láttatja magát valaki másnak. A Zuckerberg nem megjátszik valakit, aki nem ő. Úgy, ahogyan az Elon Musk megjátsza a Steve Jobsot, vagy a hát tudod, a Dark Webről rendelt Steve Jobs. Szóval, az Elon Musk az szélhámos. Az Elon Musk az egy szélhámos. A Zuckerberg mondom, az nem szélhámos. A Zuckerberg nem szélhámos. Az sötétebb, mint egy sötétebb szélhámos. Nagy úr. Egy Darth Vader. Aha. Ja. Nem is véletlen, hogy volt arról szó, hogy ezek verekedni fognak, és az Elon Muskot emberkedett, hogy na akkor verekedés meg, majd kihívlak meg, majd leverlek, és aztán hát a Zuckerberg mondta, hogy kurva jó, én úgyis gyúrok minden nap, bazd meg, ez kapura jön, hogy szétbaszom a pofádat. Mire az Elon Musk eltűnt. Eltűnt. Hát kiderült, hogy annyi fontosabb dolga van, hogy most erre a verekedésre nem fog sor kerülni, tudod. És kiderült, hogy erre nem fog sor kerülni, mert már a szélhámosi mi volt, már ebben átjön, érted? Igen. Hogy a gyere ki a húra, jó, menjünk. Ja, nem úgy értettem, inkább ígyunk egyet. Igen. Faszom. Ja, világos. De a Zuckerberget jobban utálod, mint a Muskot, nem? Hát természetesen. Hiszen a Zuckerberg a Darth Vader, az Elon Musk, az meg egy Darth Vader ruhás... Avatar. Avatar. Igen, nagyon jó példa. Igen. Egy avatar. Igen. Na most az Osho meg a Maharishi így viszonyulnak egymáshoz. A Maharishi volt a Beatlesnek a... Beatles inspirálta nagyon sok mindenre. Ők azért elég sokat LSD-ztek a későbbi albumokon, vagy a késői albumaikon ez elég jól érezhető, és hát ez őket valamilyen értelemben spirituális útra vitte. Még a John Lennont is, aki ateista volt. De még a John Lennon is egy spirituális érzékenységű lény volt, annak ellenére, hogy ateista nem, volt. Nem mond a kettő egymásnak. De például a George Harrison az hívő volt. Az igen. Paul McCartney az meg szuperpozícióban volt köztük valahogy. Igen. Ő egy ilyen költő volt, aki... amikor a Lennonnal beszélgetett, akkor tulajdonképpen ateista volt, mert úgy meggyőzte a Lennon, amikor meg a Harrisonnal, akkor meg a Harrison győzte meg az Istenet. Amikor Lennonnal beszélgetett, akkor a Mother Mary az a marihuana, igen. Amikor a Harrisonnal, akkor meg szűz Mária. Igen. Mert mind a kettőt jelenti, bazd meg. Tehát ez kurva jó. Na, és ők kimentek a csajaikkal, tehát még akkor nem voltak családjaik, de a csajaikkal kimentek. A Lennonnak volt az lelépe, az elhagyta a családját. Igen. Igen. De hogy mindegyik így kiment a Indiába a Maharishihoz. Hogy mester, taníts minket. És akkor a mester tanította a őket. A Ringo Starr kurvára nem bírta, azt hiszem, az vagy két heteken nap keresztül ott nem bírt nem így volt, hanem hogy heteken keresztül ott tanulták, hogy hogyan kell meditálni, meg mi a megismerés útja, és közben a Maharishi mindegyiknek a csaját megbaszta. Kurva jó! És mindhárman, tehát úgy a John Lennon, mint a Paul McCartney, és a Ringo Starr azt mondták, hogy na, akkor ebből ennyi elég volt. Ugye összecsomagolták a csomagjukat, hogy jó, hát majdnem elértem a kristály szerkezetét a tökéletességnek, de ezen az áron elmész a kurva anyádba. Inkább megyek vissza, és csinálok még egy lemezt, vagy valamit. Nekem bazlenek. Inspiratív volt, már is buddhistában megyek Hinduba, hát bazdmeg. Ja, és mindhárman összecsomagoltak, és mondták a csajaiknak, hogy most akkor hát jöhetsz velem, de hát maradhatsz itt is, hát itt a gurú. Ez nem basszatok. Kivéve a George Harrisont. A George Harrison az azt mondta a Maharishinek, hogy mester, köszönöm a tanítást, kérlek taníts még. Megbasztad a csajomat, meg tudtad baszni a csajom baszott veled, hát ebből az következik, hogy nem is feltétlenül az én csajom. De miért is kéne annak lennie? Hát ő is csak egy lélek, amelyik keresi a maga útját. Hát most az a te faszodon keresztül. Hát jó. Hát én meg a magamét. Hát most nem az én csajom. Érted? Ja,
a John Lennonnak, a Paul McCartneynak, meg a Ringo Starrnak az egója nem engedte ezt, hogy ez, ők erre a felismerésre jussanak, hogy a mester épp tanít a faszával. Tehát, hogyha megbassza a John Lennonnak a nőjét, tehát ezáltal tanítja a John Lennont valamire, hogy engedjen el valamit, ami talán nem is az övé. Igen, igen. Ja. Kivéve a George Harrisont, aki azt mondta, hogy hoppá, ez egy tanítás. És ebből én most tanulok. Tanulok. Például megtanulom azt, hogy ez a csaj nem az én, nem feltétlenül az én csajom. Hanem ez így megtanulta a lemondást, megtanulta a lemondást, elengedést, a vágy, az elengedést, a vágyait tárgyának. És hogy akarsz meghalni? De hogy akarsz meghalni? Ha még a csajodat se baszhatja meg a Maharishi. Te még azt se tudod elengedni. Hát a halálban mindent el fogsz veszíteni. Érted? És akkor még, ja. még a csajodat se baszhatja meg. Mi lesz veled, amikor majd meg kell halni? Tökéletes tanítás. A Puzsérhoz járulhattok utána. Tehát ez most ilyen... Én megtanítalak titeket. Bevezetés volt, hogy az elengedésre majd megtanít titeket. Érted, Szalza? A faszomat kell elengedni. Ez az. Ennyi. Te figyelj! Visszatérve erre, hogy jött egyébként ez az egész? Ja, megvan, basszus! Hát, hogy a Maharishi vagy Osho volt-e Einstein vagy Oppenheimer? Tudod, még ezt is néztük, hogy ezek az analógiák, ezek stimmelnek a tudományos élet csúcsaira, érted? Mindenhol van az archetipus, mert ezek archetipusok. Igen, igen. Most az Oppenheimer az nem tudós zseni volt, hanem az a tudósok közt a legfőbb politikus, a politikusok közt a legfőbb tudós. Ő valójában így a politikusok meg a tudósok közt egy szuperpozícióban volt. A tudósok azok képesek voltak tudósként tekinteni rá, a politikusok meg képesek voltak egy intézet vezetőjeként tekinteni rá. És ilyen módon, hát tudod, valójában egy kívülálló volt mindkét térben. Hát az Einstein nem ez volt. Az Einstein az a Manhattan tervnek az atya. Az Einstein az, aki meggyőzte az amerikai politikát arról, hogy az atomprojekt az meg fogja változtatni a világot, és hogy az atomprojekt által fogja a Pax Americanát, az Egyesült Államok a világ fölött érvényesíteni. Tehát itt és ez megvalósult. Jó, erről beszéltünk, nem ez, de itt nem működnek ezek a izék. Ezek az analógiák. Tehát ezeknél a vezető fizikusoknál föltételezhető-e archetipus. Mert egyébként az a poén, hogy amikor erről beszéltük, akkor elkezdtél ott hőzöngelni, az kurva érdekes volt, hogy Heisenberg és Einstein, és ebben látsz mitológiát, az árja és a zsidó. De nem ilyen náci dumát nyomott a Robi, fura is lenne, hanem hanem ilyen archetipikus valamit. De ez most tényleg? Figyelj, nem Freud és Jung? Nem. Nem Freud és Jung. Nem Freud és Jung, hanem a nehéz víz és a kritikus tömeg. De a két figura hasonló, tudod. Az árja és a zsidó a két legnagyobb pszichológus, a zsidó idősebb egy kicsit, előbbé. Hasonló az Einstein meg a Heisenberg, nem? Lehet. Ha már ilyen kurva archetipusok vagyunk. Lehet. De azt is tudni kell, hogy a Jungot a Freud választotta ki a maga utódjának és csalódott benne, és fogadott fiának. Heisenberg és Einstein nem volt ilyen. Mert keresztény örököst akart, mert keresztény fogadott fiút akart, mert a Freud rettegett attól, hogy a pszichoanalízis egy zsidó szekta lesz. Ahogy egyébként zsidó... a nácik nevezték is. Igen. Később. És ő rettegett ettől, és a Jung személyében akart egy útlevelet váltani a pszichoanalízisnek a zsidó közegből az emberiségbe. Értem. A nyugati civilizációba. És ez meg is valósult. Igen. Na, hát ez volt az apu azért iszik, mert a sír. Jó éjszakát!